Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok, Feri! Jó reggelt! Szép reggelt! Gyerekek, a változatosság kedvéért egy kicsit esik, ha valaki nem hallaná, hogy a Párkányán kopog az eső, vagy nem, mit tudom én, nem tudom, utcára néz az ablaka, loft lakás, és nincs erkély, ahol nem lehet hallani, az barátkozom meg a gondolattal, hogy az itt Pesten eső, szakad. Az eső, nem renyhe bélműködési galambok. A igen. Kicsit szót húznám ki ebből, az M7-esen 90-nel lehetett szakadó maximum. Igen. Olyan eső volt Velencétől idáig, hogyha ott valaki nem csapkodja ma oda magát, az marha nagy szerencse lesz. Igen, igen, nagyon, nagyon durva az idő, úgyhogy hát gyerekek, megint. Már majd kezdett kicsit hiányozni tegnap, hogy nem esett egyébként. Ja, úgyhogy ez a francnak. Egészen fura volt, hogy Ferebia, hát egy napot nem esik az eső, tudtam egyet játszani. És teniszezni, jó idő volt, meleg volt, hát miért nem esik, de jó van, ma megnyugodtam. Kinéztem az ablakon, és azt gondoltam, hogy helyreállt a világrendje. Jó van, itt vagyunk. Jó van, megérkeztünk. Otthon újra. Vagyunk itten. Újra otthon vagyunk, gyerekek. Úgyhogy, hát igen. Mindegy, egy nap jó volt, talán holnap megint jó lesz ez a váltott ritmus, ez nem annyira gáz, jobb, mint hogyha minden nap esne. Na, és mit mond az időjárás, hogy csak ma, vagy holnap is? Hát elvégben ugye péntek felé már úgy kezd úgy helyreállni a dolog, hát bízunk benne, hogy ez így is lesz, mert tegnap én például láttam meteorológiai portálokon, ahogy így fejvesztett cserélgetik a különböző zivatar, vagy zápor, vagy eső, vagy különböző feliratokat, és akkor így fél óránként ilyen megdöbbenten, és egy kicsit ilyen eszontyoladan nézegettem, hogy cserélgetik így a feliratokat az előrejelzésben. Na, mondom, döntsétek már, de lehetőleg ne zápor legyen, vagy inkább zápor, mint mondjuk zivatar. Nekem mindegy. Nem mindegy. Szóval csak eső. Jó, legyen jó idő. Legyen jó idő, mert tényleg már egy picit nyomasztó azért a dolog. Igen, hát minden vízünk már van elég, úgyhogy köszönjük szépen, ebből nem kell. Ráadásul megnéztem Hajdú Péter oldalán egy fotót, amit megosztott a közösségi portálnak, ezt emiatt nem tudtam aludni se. Mutatom. Tehát nagyon. Balaton, vagy hát, ilyen? De, igen, egy hajónak a korlátjára van föltéve vélhetőleg Péter két csülke, és én megnéztem ezt a képet lefekvés előtt, és órákig hánykolódtam még. Hát, de mi a baj? Egy jó lápolt fél lába Balaton fölött. Nincs ez semmi gond. Pont belefogva egy vitorlás. Igen, még egy 20-as damilt rá lehetett volna kötni a nagy lábújakra. Jó kis polgárpukkasztás, jó az. Ha ezt annak szánta, akkor így. Hát minek másnak? Vagy pedig űrreklám, még ez lehet. Apropó a Damirról jut eszembe. Na. Mi van nálam? Mi ez? Zseppeca? Zseppeca a legnagyobb. Na, kinek hoztam ezt? De jó vagy ezzel. Hoztam a gyereknek. De jó beszéltünk vagy. Tegnap a Vikivel, hogy mind a két férfi állat, a tiétek és az enyém, és rákattant. Következőt csináltam tegnap, ezt nem hiszitek el. Én, aki meséltem nektek a horgász élményeimet, ami 8 éves koromra egy alkalomra korlátozódik, amikor is apám sógorával kibicikliztünk, Újkígyós és Gyula közé, ott van egy gyönyörű csatorna, hogy kimegyünk horgászni, na most nekem pössentenem kellett, mire kiértünk, 8 éves voltam, és mondta a sógor, hogy menjél el oda a bozódba. Ez egy fontos információ, a pössentés, ja, jó. Mondom neked, azért mondom, hogy mi a... Aztán fosnom is. Nem, csak mondom, hogy ottan volt egy villanypásztor, ami nem volt látható, amire én rá. És akkor mondtam, hogy nekem a horgászat itt meg volt, tehát köszönöm szépen, én azóta nem horgáztam. Most Soma kitalálta, hogy ő horgászik. Tegnap bementem a horgászboltba, te azt nem hiszed el, hogy ott mi van. De tényleg nem hiszed. Felhorgászveszerelések? Bemész, és azt mondod, hogy szeretnék egy ilyen zseppecát, és elkezdi mondani másfél grammos dugóval, vagy kettőféllel. Igen, milyen ólom legyen, milyen úszó. Korog vagy, és mire szeretnétek menni? Mondom, 4 éves a gyerek, szerinted mire szeretnék menni? Értem. Arra szeretnék menni. Úgyis csak addig fog tartani, hogy bele nem akad a kezébe, aztán pedig egy csipeszve ki kell szedni, vagy be kell menni a balsebbe vele. Mondjuk arra szeretnék menni, hogy kimegyünk a partra, a gyerek dobálja a horgot, én kiviszem a fröccsömet, leülök mellé, és jó lesz. És így is történt. Majd mondták, hogy bototok van-e? Mondom, milyen bot? Minek van ott egy jó nádat? Ez nem úgy van. Spitzbot kell. Spitzbot. Ezer érvettem. Mindent, gondolom az egész készletet rátok akarta sózni, azt, ami elfeküdt már ott egy darabja. Nagyon rendesek voltak, de ezer érvettem egy spitzbotot, hogy legyen olyan. Vettem egy ilyen izét, majd mondták, hogy és mivel horgáztok? Hát mondom, kenyérrel. Arra nem jön semmi. Vigyél csontit.
Te tudod, az aktivista, persze. Persze. Hát csontkukac. Csontkukac, abból lesz a légy. Elővett a gyűjtőből egy ilyen 50 kilós csonti ízért. Kis ízébe tartják, ilyen kis edényekből, ott mozognak benne. Ah, na, ki kell, ki föl kell túzni, a horogfest bedobni. Hát meg kell fognod. Azt meg kell fognod. Meg kell fognod. Mert a gyerek mondja, hogy a siker kedvéért, a szeretettel. Ú, de jó, és fogtatok ezzel valamit? Van esély? 35 darab keszeget, vagy mivel kárászt fogtunk, ekkorát, meg ilyen vörös szárnyú valamit. Ott a horgásportás mondta, 35-öt egy óra alatt. A vörös szárnyú az a keszeg? Vagy az a keszeg, meg kárászt fogtunk. Kárász. Ilyen vörös szárnyú, hát vagy valami keszeget, meg furakor. Nem, tényleg, ezeket fogtuk, 35-öt egy óra alatt. Ezzel? Azzal. Bot, bedobod, már húzza is le. És ezért volt a végén? Az a giliszta? Ez a, igen, csonti. Igen, tényleg? Csonti, igen. Jönnek rá, ennyire jönnek imádják, rá? Imádják. Jó a paprikás kenyér is, nem kell csontkukac. Igen? Persze, nem attól függ alapvetően, hogy mit röksz el, hanem hát de azt mondta a szaki. A szaki azt mondta, én kérdeztem, ja, jó. Hogy jó-e a kenyér, mond, és ráadásul nem a kenyérre az, amiben leázott egy csomó szó mindig. Jó kell meggyúrni. Na, ő azt mondta, hogy csonti, és ráadásul ingyen adta a csontit. Azt mondta, hogy ez az első horgászati ajándék, tehát nem kereskedelmi célból mondta a csontit, érted? Hát ez is egyfajta beeltetés volt. Ja, hogy aztán megint ma menjek meg így csontit. Így van, még át kell kötni, vagy ez meg van kötve? Ez nem, már jó, az jó, ez kész, ez bedobom. Ezt rákötöd egy bot végére, és kifogod az aranyhalat. Csak mélységet kell rajta majd beállítani. Aha. Csúsztathatod rajta az úszót, vagy hogy hihet. Ez tökéletes. Tökéletes. És hát azt a boldogságot azt nem tudod elképzelni. Tehát az első zsákmány megszerzése, és utána a következő 34, mert tényleg 35-et fogtok, és mondod neki, hogy dobjuk vissza. Nem, ezt hazavítjuk, visszük megsütni. Mondom, Somi, 8 centis. Én ezeket meg nem pucolom szíven, mert a hajam hullik ki. Igen, és nem marad belőle sok az olaj után, igen. És hát gyakorlatilag egy ilyen ehetetlen valami marad belőle. De tényleg. És hol fogtátok Velencei tó? Ott mellettünk. Így kimentünk a házból, ott van egy ilyen nagyon pici kis csatorna rész, és ott a sásnak a tövébe kellett dobni, mondta a szaki, hogy ott pazar lesz. És mondom, de be kell jönni a telepre? Nem. Nem tovább kell egy kicsit menni egyenesen? Ahogy a végbort pálya van, igen? Meg ahogy mi vagyunk, a kettő között van egy pici híd, és mi annak a tövében horgászunk, de gyakorlatilag a tónál bárhol lehet. Illetve nem tudom, hogy most a Somának kell engedélyt kiváltanom? 4 éves? Na? Jó kérdés. Én nem tudom, hogy a Velencei tón milyen a szabályozás. Lehet, hogy ott azért egy napi jegy lehúzzák az ember. Tehát egy snecizésre kell napi jegy vajon? Á, mi csak erre jártunk. A nagyobbakat mind visszadobjunk. Igen, nézze meg, nincs nálam egy hal se. Úgyhogy nem tudom, hogy kell-e engedély, de az biztos, hogy szerintem bárhol a tónál le tudsz állni ilyen kis horgász felszereléssel. De jó, köszönöm. Hát elkapott bennünket a hív. De Beni is teljesen rá van kattanva, mindenhol. Voltunk hétvégén ott vízközségben, ott is halastavakat kerestük, mindenhol. De mondom, Beni, vissza kell engedni. Ne, hát ő nem akarja visszaengedni, hazavisszük. Felneveljük, betesszük üvegbe, barátja lesz. Beni, hát nem lehet. Nagyon akar barátokat. Csináltam, kivettem a csigák nem akartak barátkozni. Mesztelen csigákat is fog állnom, szöcskéket, igen, remeg minden állat a környékünkön. Fogtam egy botot, rátettem egy sás darabot, az volt a pecabot, és a sásnak a végére egy ilyen fél kilós kenyeret így rákötöttem, ami bírta a sás, és azzal pecázott. Csak elég hamar leázott a kenyér. Ezzel mondom, hogy mindent meg tudtuk fogni. És egyébként azt is be kell valljam nektek, hogy ahogy bementem a horgászboltba, egy picit elkapott a láz. Igen? Hogy olyan dolgokat lehet kapni, te figyelj, ilyen távirányítás halbeeltető hajó. Ja, tudom, az már nem kell fenekezni, vagy bedobni, bemész, és a hajó kienged. Van nem? Egy kis hajócskád, egy kis távirányító, rádiós távirányító. Azt nyomatod, és amikor a megfelelő helyre ér, akkor egy gomnyomásával üríted az etető tartályt, ami mintha ilyen teherszállító hajó lenne. Lenyílik, és beszórja. Vagy bocsánat, csak majd később kiszedem a fűzőmből a belalka. De miért bontottad le? Ja, csak meg akartam nézni, ugye? De erre azért figyeljetek, hogy nem kis aprócska korog van benne, aztán nehogy, pont jó hal. Nehogy a Beni, hogy hívják, de első fogással a kis ujja legyen. De amit még egyszer mondok, 1400 forintból teljes, és úgy érzem ma, hogy több napi boldogságot szereztem a gyereknek. De jó, na viszem én is akkor valahova. Köszönöm. Profi forgászfelszerelés van 1004-ből, úgyhogy lehet nyomatni a dolgot.
És mit tudok rajta állítani? Olyan hülye vagyok a fecezet. A úszót tudod lejjebb, tehát ha mély a víz, igen, akkor följebb húzod az úszót, és mert ugye azt tartja fönn a vizen, és akkor horog lejjebb lóg. Ha kicsi a víz, akkor lehúzod az úszót, és rövidebb lesz a horog meg az aha, úszó. Aha, mert az legyen, úszó hogy... tartja a horgot? Igen. Aha. Igen, hogy ne az legyen, hogy ott a víz, a csonti, ott bázik az iszabban. Ott fekszik. Ott fekszik, és akkor nem látják a halat. Soha milyen mély a víz, bemegyek előtte? Ha fölfekszik az úszó, és meg nem egy áll, helyt, akkor a feléken van. Feléken van a horog. Na már ilyeneket tudok. Elnézést, jó napot kérem, el tudnám mondani, hogy milyen mély itt a víz? Vagy esetleg... Elnézést, be tudna gázolni egy kicsit, hogy megnézzem, hogy milyen mély a víz? Amatőr horgászok vagyunk. Jó. De várnak szeretettel, a legjobb helyet fogom megmutatni a Benninek, amit már ismerek a kis csatorna tövében. Mondom, óra per 35, tehát ez az átlag. És most, hogy így tudják, hogy a híd mellett szoktatok, most már a halőr is ott fog várni. Hát lehet, minden valamit megdumálok vele. Nem tudom, tényleg most fogsz 30 necit, vagy ilyen kis kárászt, akkor az megbüntet. Hát, visszavallható, hogyha mondjuk fogsz belőle egy ilyen 2,5-3 kilót, és abból megvan a fél utca, így hogy hívják. Vacsorája. Igen, akkor már ugye elég nehéz eladni, hogy hát csak a gyereknek úgy pahardarózik. Csak a szórakozásból. Tényleg egyébként ez érdekes, hogy hát biztos neki is kéne elvileg. Vagy aki pecázik, ha veled pecázik, akkor neked kéne? De most egy 4 éves gyerek. Vagy az mindegy. Én csak úgy itt vagyok vele. Nem én fogom. Néha segítek beemelni vágóhoroggal a kapitális harcsákat. Szóval, hogy nem hiszem már most, hogy 4 éves gyerektől ne szedjenek már pénzt azért, mert jól érzi magát. Van, aki napi egyek azt írják, hogy azt kell venni. De gyerekek, erre tényleg, hogy kifogsz 30 darab 5 centis. Hát ha valami van, amihez én rettenetesen nem értek sok vagy, minden, az én. Ez, hogy engem bevisznek a málnásba, a napi egyel, a heti egyel, az engedéllyel. Én megveszek bármit, nekem mondják meg, mit kell. Én olyan hülye vagyok ehhez, a bátyám nagy pecás, imádja. Én már kiskoromban is mindig elvágtam neki az úszót, beloptam a botját meg. A rettenetesen unatkoztam mellett, hogy ott ült, és 10 órán ráhúztam keresztül... Ráhúztam a szákot a fejre, ellöktem. Bámult egy úszót, mindig kifogta alatt, én bemásztam a Dunavarsányi stégnél, elengedtem, kiszedtem belőle, menj, úsz, kicsi, ha kiszabadította. Szabad vagy, menjél, már egy halott volt, ott befordult így a hátát, úszott egy kicsit, én nem, fogalmam nincs. Bármit kiváltok, csak... Ugyanígy vagyok én. Hagyd tudjak már egy kicsit percázni, mert a gyerek a szétkínod. Nem gondolt, hogy magamtól bementem volna valaha abba a horgászboltba, de hogy így, hogy a gyereknek veszed, hát nyilván ki kell próbálni. És teljesen rágyógyult ott állt a csávó, halál komolyan, egy darab zöld alsónadrág, papucs, és fogja a botot, érted, és így nézi az úszót. Mondom, hogy Somi, nem megyünk fel anyáékhoz. Nem. Mondom, itt állunk egy óra, és megfogtuk az összes halat. Még fogunk, és megsütjük őket. Jó, mondom. És mi lett vége, visszaengedtétek? Valahogy rá tudtad beszélni? Igen, aztán muszáj volt. Mondtam, hogy először is akkor te nyírod ki őket, tehát te csinálod végig a dolgot, és a takarítás is a tiéd. Ha megvan, lepikkelyezted, kibeleszted, akkor megsütöm. Mondta, hogy ezt még nem. Meg azt mondod neki, hogy képzeld el, hogy mindegyiknek a barátja vagy, visszaengeded őket, és ők téged fognak szeretni, és holnap, ha kijövünk horgászni, megint engedik magukat kifogni. És azt mondta, hogy ez jó. Ez jó. És mondtam, hogy ha egy évig ugyanezt csináljuk velük, akkor már a kezünkből fognak enni, és óriás halak lesznek. És akkor viszont tényleg megsütjük. És egyebeket vettetek? Vettetek ilyen ízét? Ilyen terepszínű cuccokat, meg ilyen? Vagy nem fura egyébként, hogy a minden második horgász úgy néz ki a parton, mint hogyha ilyen nyugdíjazott special service-es kommandós lenne a királyi haditengerészettől? Mert a hal fölnéz a víz alól, és hogy ne lássa meg. Ja, vagy úgy? Csak ez lehet az oka. Azt egyébként én sem értem, hogy miért kell terepszínű. Mert a vadász... A természet azt... közel, igen. Igen. A vadászakat azt értem, ugye, hogy a vad ne lássa meg. Vagy hogy a halőr ne észlelje? Ez mondjuk okosabb, tényleg. Uh-huh. Viszont akkor nád színű cuszban kéne lenni, szerintem nád és vízszínűben. De vannak ilyen nagyon jó terepszínű cuccok, nagy zsebes, van direkt horgász mellény, ahova különböző készségeket el tud rejteni. Hát szerintem emberten pénzzel lehet vele locsolni, hogyha így valaki erre tényleg rákartan. Nagyon nagy lóvé, persze. Hát még megveszel mindent, nagyon. A felszerelésről beszéltek? Persze. A világpénzen emelik, persze. És tudod, ez olyan, hogy megveszed ezt, aztán már azt, aztán még ez, kis az, írdatlan. Hát mondtam, én csak ezért mentem be, hogy veszek kettőt, egyet nektek, egyet magunknak, ezért mentem be, úgy jöttem ki, hogy vettem egy botot, mondjuk tényleg 1000 forint volt, tehát belefért, meg csonti tartót és csontit, azt mondjuk kaptuk. De hogyha egy kicsit most nyilván még ma a Somával mennék be, akkor vennénk egy teljes
Shakespeare botot, vagy hogy hívják azokat. Nem tudom, hogy most van-e, de volt annak idején, de orsó. Fateromnak is ilyen Shakespeare orsója volt. Dobó orsó. Uh-huh. Azon már ugye át kellett hajtani azt a kis karimát. Most hogy röhöghetnek a horgászok? Jézusom, az jó, hát hagyj mosolyogjanak. Az a messzire be lehetett dobni. Van egy ilyen karima rajta, az áthajtott? Az áthajt, igen, nem minden orsolyan volt. Úgynevezett pelenfutós orsó szerintem, ha jól emlékszem. Hello, Bello! Hoppá, hoppá! Hello, Bello, meséljél csak! Nem minden olyan orsót, hogy megfogtad jobb kézzel, fölvetted a damilt, hozzászorított a bothoz, áthajtottad, azzal akasztottad, ugye ki, megfogtad és átdobtad. Azért azt a legtöbb orsó, mert tudta, a... az én gyerekkoromban már ilyen orsók voltak. De van a klasszikus is, azért még az is létezik, hát az... a tekerős. Hát ez is tekerős, csak ugye, és itt fut a szál, tehát itt még a szálat is úgy viszi, hogy előre-hátra, előre-hátra, tehát igen. Folyamatosan szépen föltekerjenek. Na, az, ez kicsit a terepfutós, értünk hozzá. Hát látod? Oda. Nézd meg. És volt a sima, amit csak egyszerűen tekertél? Igen, a sima feltekerős. Hát már az én gyerekkoromban ilyen peremfutósok voltak akkor, tehát mikor pecáztatok? Hát egy 10 évvel korábban, amennyi van köztünk. Azért, mert már nekem már ilyen volt, hogy áthajtottad, a világ átdobtad, mint anyárnad, a kertbe bedobtad, a Dunavarsányba másik oldal, mert kicsi volt a bányató, és akkor utána szépen visszaakasztottad, és elkezdett visszatekerni. Aha, na, ez a peremfutós, de a nevet ki tudta, tessék. Ha megkínoznak, sem mondom meg. Bocsánat, ezt a peremfutót. Hát addig csináltam, amíg azt hittem, hogy sport. Ugye? Ezt miért hívják sporthorgászatnak? Hát mert nem én nem izzadtam meg, bár jó idő volt. A sporthorgászat az, amikor kifogod, és aztán visszaengeded, és akkor méretre nézed, hogy mekkorát fogtál, jegyzik, beírják, versenyen indulsz. Hát ez a sporthorgászat, nem a hobbi pecázás, amikor leülsz tényleg a kis szokorádióddal a stégre, annyit hozz egy sört, hagyod, mindenki hagyom még én, aztán pecázol. Ez a sporthorgászat, vagy nem? Vagy futva mész a háztól a stégig. Az is, akkor már sport, nem? Igen. Vagy bringával. Bringával, de akkor a kocsma is belefér. Az is lehet. Hazaszaladsz a hármas horgokért. Most valamelyik, ha volt, képzétek el, pont egyébként ez a témához kapcsolódóan egy ilyen lútbőrözés élményem. De nyilván csak azért, mert hogy ilyen személyes kötődésem van a helyhez, hogy ez egyik csatornán szoktak menni esténként ilyen fotóösszeállítások. Amikor ilyen régi fotókat beraknak, XY küldte be, ezen a helyen készült, ekkor és ekkor. És láttam a Lőrinci Fonó Horgász Egyesületnek a taváról, ami a Gyömri út mellett van bent egy kis utcában, a Balástóról egyébként, na, néhány képet 82-ből. Már akkor tudták, hogy ekkor milyen nagy ember leszel. De jó. Előre jelezték a jövőt, látod, igen. Megjósolták, biztos nem Imolát hívták a dologgal kapcsolatban, kiről nevezzük el a tavat. Akkor már 5 éves volt, érted. Nagy ágyú. És mi 82 környékén azért elég sűrűn kolbászoltunk az édesapámmal, és annyira durva volt, hogy láttam azt a helyet, láttam konkrétan azt a helyet, ahol mi is mindig szépen letáboroztunk, és akkor ott bénáztunk, és ott volt a tó, és így úristen, de durva volt. Tehát amikor valamit látsz a múltadból, ami nagyon megvan, tehát megvan a helyszín, megvan a hely, talán még egyébként azt a horgászt is láttam, hát ott ilyen csomó ilyen öreg fater volt, akik rendszeresen kijártak hetente 7-szer, már így nyugdíj után, és láttam azt a képet, és kész voltam tőle, hogy úristen, itt van, tessék, a Balástó, basszus, egy-egyben úgy néz ki, ahogy így emlékeztem rá, nekünk egy darab fotónk nincsen róla. Legjobb lett volna te is ott. Még az előállításról sem, szembesítésről sem. Tényleg, mi lett volna, ott meglátod a fotót, és ott vagy. Én utána kérdeztem volna. Nézed, és megint ott. És megint ott. És utána közelben rázumolnak a fotót, és ott vagy. Igen. Kis nadrágba, kis izébe. És ott állok. Kis szandázokni, állsz. Igen. És kikéred a felvételt, és egy olyan fotót... Dörgölöm a szemed, sírok, hogy a apám megpróbálja egy fogóval eltávolítani az ujjaimból. Igen, és egyszerűen nem értetted volna, milyen durva. És olyan fotót mutattak volna, amin ott vagy, mert tudták volna, hogy nézed a tévét. Vártam akkor. Egyébként, vártam, mert több képet is mutattak, ugyanettől a fotóstól, aki a képeket készítette, a Balástó partján, és vártam, hogy hátha az egyik képen ott vagyunk mi is. És nem? Nem. Á, pedig biztos, hogy utána kérdeztem volna a dolognak, biztos, hogy felvettem volna az illetővel a kapcsolatot, hogy meg akartam volna szerezni ezt a képet. Sajnos nem sikerült abban az időben. Nem. Ilyen téren nem voltunk nagyon felfegyverezve. Vagy felfegyverkezve. Hát nálatok még úgy volt, mint nálunk úgy. Pedig volt egy oszmenánk. Jött egy évben egyszer, jött a fotós bácsi, tudod, a falon összegyűlt, és akkor mindenki oda jött. Így van, és hogyha éppen szerencséd volt, akkor anyád lenyálaszta, vagy levizezte a hajadat, és nem úgy állt, hogy utána egy éven keresztül szégyenkezed el a következő osztály fotózásig. De rólatok még úgy csináltak azt a képet, hogy bebújtak egy pokroccal. Hát persze, így az van. Volt. Pukkant egy nagyot, és akkor robbant a magnézium. Robbant a magnéziumpor, igen. A bácsi, persze, és akkor mondták, hogy most nagyon mozdulatlan, mert ugye hosszú expozíció
inflációs idővel. Ugye rólatok még azért mondom, mert... De nem mindenki ment el, mert többen azt hitték, hogy elrabolja a lelketeket. Jaj, gyerekek. Na, úgyhogy akkor mehetek. Ez egyébként nagyon igényes. Na, megnézem. Megnéznetem így az oldalát. Előrejelzi már egyébként egy picit a jövőt a Benny számára, mert rá van írva, hogy a World Champion. Tehát, hogy ebből még akármi lehet, ugye? Rajta van egyébként az úszónak a mérete is, azt, hogy hány grammos zsinór mérete, horogés, nagyon jó. Azon hogy hova vigyem Pestem. Valaki írjon már valami csendes, nyugodt, olyan tavat. Most ha kell, én lebumlizom Velencei, mert egyébként pont 25 perc. De hát, ha van itt te a közelben. Elmész, mi az? A Dunában nem hízek, szerintem ott nem, ott nem, hogy halak nincsenek, ott Kosztolányin a feneketlen tó. Az nem él már az a tó, vagy víz, vagy folyó. Kosztolányi? Hát nem, az a baj, hogy az nagyon frekventált. Az nagyon valami, biztos van valami Pest környéki, valami csendesebb tó, ahol kevesen vannak, és sokat lehet fogni. Jó a kapás, ezt így mondják? Aha. Jó a fogás, vagy zabál a hal, vagy mi van? Nem, harap. A kapás meg a fogás az van a kettő között szerintem összefüggés, de nem biztos, hogy attól még jó fogás. Hogy köszönjük meg? Kapásod van, akkor, és ha megfogod, akkor van fogás. Mi, mi legyen majd? Harapnak a halak? Jó napot? Így, ez jó? Jó, csak halkan kell. Halka? Amit szintén nem értek, mert a halakát szerintem... Nem annyira. Mutasd már egy halat, aki följött és paraszkodott arra, hogy kicsit halkabban a zenét, mert nem tudunk lent bulizni. Mutassák már egy halat. Édesanyám betegeskedik itt lenne. Halkabban vigadjanak már. Neves urak. Szóval jó kapás, ez jó így? Jó fogás? Jó nagy fogás. Nagy fogás. Nagy fogás. Jó, így köszönök. Nagy fogás. Egyébként tök jó a párhuzam, mert azért gondolom azt is észrevettétek, hogy elég sok horgász találja meg a kurta kocsmát. Én legalábbis látom, hogy nem csak a vaníliás kukorica fér bele ott a menázsiban, hanem dobozos sörök is. Figyelj, ez hozzátartozik, hogy pukkantasz egy sört, persze. Vagy egy nyolcat. Nyolcat, persze. Jó. Ferék szerencsések, mert különbejáratú tavuk van, de igen. Valaki tényleg ha tud olyat, ami itt van Pest környékén, hangulatos, szép, jó, és kevesen vannak, az írja már meg nekünk, akkor elviszem a kis tökit valamelyik nap, és sok rámegyünk az ösztermésre. Figyelj, kifogjuk, valami szépet, Kamara erdei tó, tessék, pici csendes horgászó, nagyon jó, ilyeneket kérek szépen. Most rákerestem. Az ott van, szerintem a Kamara erdőnél. Figyelj, hülye párhuzam, de hogy megfejtettem, mi? Hogy a pályán biztos nem, a Lupa-szigeten van. Most rákerestem, és dőbörög a Lőrinci Fonó Horgász Egyesület, tehát a Balástól még mindig létezik, és szerintem tök jó lenne, hogy visszavennéd a családi jussodat. Az a föld az enyém, a tóval együtt. És az első éjszaka joga is az enyém. Megyek és rendbe teszek. Cuki hely. Messze van. Ott valahol Török Bálint, Budaörs. Ez a Kamara erdő nekem nagyon jó. Aha. Nagyon jó. Valaki nem, tehát horgász, nem vadász. Horgász. Hogy Kamara erdő. Nem a Kamara erdei tó az direkt. Nem, mondjuk most az erdőben nem nagyon menjünk, mert Buci visszakapta a fegyvereit. Bizony, van. Látom a címlapomban, igen. Azért érted. Nem, én tegnap szomorú nap volt. Felsírtak az őzek. Igen, az apró vadak menekültek. A szélrózsa minden irányába. Hallottátok, mondta az egyik vaddisznó. Bújjunk el, Buci visszakapta a fegyverét. Költöznünk kell. Ez mától egy cudarvilág lesz. Uh-huh. Nem, tényleg erdőben nem megyek, nehogy aztán az véletlenül. Így van. Kapjak egy fejlődést. Megtaláljon a sima torkú, vagy sima bőr. Igen, nem. Na, egyelőre a Kamara erdei tó az befutott, pici csendes horgásztó egyelőre, ez nagyon tetszik. Illetve többen mondják neked a szív alakú tavat, amelyet olyannyira szeretsz. Igen, senki igen. Nem mondjuk bejtetés alatt áll jelenleg. Ne higgyetek az internetes sportáknak, akik a Budapest környékén a top 10 látni alóban benne van a szív alakú tó, mert... Uh-huh. Biztos azt láttátok? Az. Igen? Az volt. Török Bálinti tópark az M1-es lehajtónál. Hát na. De most azért ne olyat mondjatok, hogy megállt a víz az eső miatt, mert... Én tudom, hogy egyébként ez egy tópark, szegény lakók szidják is, mert elég büdös, hogy van-e benne hal? Ez nagyon fontos. Uh-huh. Tehát, hogy pecáznak-e ott, mert oda megyek, a gyerek kudarc élmény lesz, hát akkor ott nekem ott kőkövön most nem marad este. Csak az élmény jó, hogy ott áll. Ott valamit fogunk el. Nem láttad még a Benét, ott ha nincs kudarc élmény, ott fejek hullanak. A kudarc élmény van, igen, ha nincs sikerén, mert fejek hullanak. Biztos, hogy az enyém múlik elsőnek. Menjetek, nézzél, csuka biztos van benne, vagy magasszáró, vagy sima. Valamit tudtok fogni. Fűzős, vagy tépőzáró, valami lesz benne. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Miért nem? De, hát egy-egy. Olyan szó. Hát még van három lapunk, úgyhogy tegnap az ejtőernyő zsinóros hölgy volt, hát az pörgött, tudom, a felírt kérdéses, igen. Nem baj, hát igen, ilyen játék is kell. Jó,
Oké, drágák vagytok, közben jönnek az SMS-ek, hogy hova menjünk, Sóskút. Igen, illetve hogy ne azt mondd, hogy nagy fogást, hanem hogy görbüljön. Görbüljön? Kussolj már, köszönj. Nagy fogás, hallgass már el, maradj. Tiszteletem, jó egészséged. Van fogás, jó napot. Sporjál már, te állat. Sporikám, van fogás? Hogy miért nem hallgatsz? Üdvözlöm. Itt jó helyen vagyunk. Először vagyunk itt. A gyerek nagyon szeretne valamit fogni. Hallottuk, hogy ez szép, csendes hely, jó környék. Körbül? Na jó van, akkor nekem is, ha fecske miatt. Ja, bocsánat. Csak így, persze. Most zavarok? Csak így. Hát azért hát nem érted, kéne. Nem kéne kicucolnotok. Ki tudja jobban megutáltatni magát egy perc alatt, nem? Csak így. És a gyerek már egy másik felszerelés már szed szét éppen, és nyakig benne van valami idegen táskában. Szintén horgásznak! Úgy látom, egy cipőben járunk. Ez lesz. Na jó van. Jó, várom még a tippeket, jó? Drágák vagytok, küldjetek egyet-kettőt, megnézzük. Ha eláll az eső, lehet, lesz még olyan nap idén, amikor nem esik? De azt mondják, hogy ekkor harapnak a halak. Így van. Ha menjen, akinek öt anyja van esőbe. Ha álljak én ott hülyén esőkabátba, hát nem. Az megvan! És a legjobb, amikor odamész, és ugye, szerintem ez méreten aluli. Na, itt kezdhet el majd egyébként a család arra szólni az autó felé. Szerintem ez méreten aluli. Ezt vissza kéne engedni. Igen. Jól van, jönnek a hírek, meg kicsit megcsúsztunk. Fél hét múlt pontosan 7 perccel. Játékra lehet jelentkezni. Jövünk a hírek után. 7-kor. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, fotók készülnek Zalahalápon. Remélem jól tettem az ékezeteket. Jól. Jól tettem? Jól tettem. Jól. M1-es 88-as kilométerén egy teherautó a középső szalagkorláton kopasz. Tibi, eltekertünk valamit a fülesen, nem? Val megint más. De ahhoz képest más, mint ahogy egyébként itt más volt 10 perce. Valami? Nem, semmi? Na, megnéztem hátul, kezd alakulni a vízmélység az udvaron. Nem sokára telepíthetünk nektek. És akkor reggel behozod a Benit, hátra megy. Aztán szépen itt 10-ig elpecázgatunk, igen. Hozott Somát, el lesznek itt ketten. Én, így van. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, ki vagy? Krista vagyok. Krista. Hello, Krista. Honnan hívsz minket? Sziasztok, Budapestről, épp a harmadik kerületben. Na, harmadik kerület, de honnan? A Vörösvári úti iskola mögül. Aha, Vörösvári út, megvan. Fejemben van az egész harmadik kerület. Ezt szoktalak látni. Tényleg? Igen. A tévében. Igenként. Mit csinálok? Vagy beszállt a kocsitba, vagy kiszállt a kocsitba léptem. Ez nem túl izgi. Azt hittem, ami részegen fetrengtél. Aha. A Flórián téren. Az itt a suli mögött szok rá mindig megállni az autó, azt ide brunyálsz. Igen, számítottam valami ilyesmire, de se. Csak beszállni, kiszállni, hát az... Jól van. Biztos családlátogatóba vagy. Igen. Igen, abszolút. Kivel szeretné játszani? Veled. Hát téged ismer a legjobban. Kerület, hát viccelsz. Jó. Anna, te nem vagy Skype-on? Skipén? Miért nem látlak Skipén? Viberem vagy? Skipén? Jó, oké. Okay. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyok! Krista. Krista, Kriszti, melyik? Krista, Kriszti, bármelyik. Mindegyiket szeretted? Most már mindegyiket. Volt, hogy nem szeretted? Volt, hogy nem barát. Szeretted? Úristen! Szereted, nem szeretted. Jézus Mária! Ezt a nyomorúságos. Eddig a célpont, Kriszti! Kivontam? Szerintem csalta Krista. Ez így nem jó. Ez nem volt fair. Ez nagyon nem volt fair. Nem is tudom, mi van? Ennyire régen játszottam? Vagy mi van? Hát. Ezt te tudod. Jó, kicsináltál.
Úgy kedveltelek pedig az elején. Igen, olyan szimpatikus. Olyan szimpatikus volt az elején, de most már nem, nem. Most már ez változott. Kimondtam, szép volt, van egy ajándékcsomagod, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Olyan gyorsan ment ez az egész. Elég, igen, igen. Ezt helyre kell hoznom még ezen a héten. Ez most megviselt. Igen. Jól van, Kriszti, küldjük neked, jó? Köszönöm. Miről akartál beszélgetni egyébként? Volt valami konkrét? Hát, igazániból hallottam, hogy a fiad horgászni szeretnél. Na, még csak szeretnék. Igen. Szóval nem is mi, volt. Mi itt ülünk a Rumli tetején, úgyhogy biztos lehet volna téma. Rumli? Milyen Rumli? Költöztök, hogy mit csináltok? Lakásfelújítunk. Az durva. Kérdezi, de tök jó egyébként, mert kiőrül egy lakásfelújítása. Tehát mindenkinek ez a reakciója abból. Szóval már nincs, borzalmas. Nincs dobozok, bor, kosz, könyvhegyek, pakolás. Bor szörny. Van, kosz van, a dobozokat eltüntettük, én meg örülök neki, mert olyan szép lett a lakás utána. Hát azt arra kell gondolni, igen, csak az ember sokszor ezt még nem látja. Ti csináljátok, vagy szakemberek? Már nem úgy kérdezem, csak hogy ti csináljátok, hogy valaki, aki ért hozzá. Mert az még a jó, amikor ott vannak a szakemberek, akik kicsit jobban otthon érzik magukat ott, mint ti a saját kecótokban. Nem, igyekszünk mit csinálni. Jó van. Ha csak emberek csinálják, az túl sokba kerül. Ablakot csak száradás után becsukni? Igen. Igen. Mit csináltok? Festés, tapétázás, kövezés? Vagy mi a? Hát, festés, tapétázás, kövezés, itt egy kis víz, fürdőszoba átalakítás. Atya Isten. Vízgáz, villany. A falakat hát is most tűztük fel. A gáz az nem. Igen, az a gáz laikusként átvezetni, igen. Azért az igen, azért lehet, hogy csináltatnék egy gáztervet. Igen. Mi ez a cső? Én áthúrom, úgyis el van zárva. Igen. Igen. Vagy a villany, nem? Nem, be biztos nincs áram. Na jól van. Krisztel, ügyes voltál nagyon. Jó, küldjük az ajándékcsomagot neked. Ciao. Köszi a játékot, hello. Hát gyerekek, ezt jobb elfelejteni. Nem ezt volt játékot. Szép, igen. Nem baj, az majd. Ez nem, igen. Holnap ez is nap lesz. Nem fog elkavarodni ott most a kupiba a csomag? Most nem, annyira benne voltam még a tavakban, mert igen. Helyesek voltak a hallgatók, küldtek egy csomó tavat. A Verencei tó mellett persze. Csak mondom, hogy miket jegyzeteltem ki. Van egy malév tó Dabason. De szép. Van visegrádi pisztrángozás, arról tudtam, hogy nem mész föl a várba, aha, hanem tovább mész egyenesen, aha, és ott a gyerekeket tudod hagyni pisztrángozni, és meg kifoghatja a gyerek a pisztrángot. Így van, arról hallottam. Azt akartam, hogy ne hozzal kezdjétek. Elmész jobbra a vár felé, mész föl, de nem mész föl balra, hanem mész egy kicsit tovább egyenesen, mielőtt már menne az út föl a visegrádi várba. Faluba ki, elindul az út föl balra a várba. Olyan tiszta hogy ott tudnak pisztrángozni. Ott vannak pisztrángos tavak, és ott kifoghatod a pisztrángot, gyerekek imádják állítólag, azt én is hallottam. Vagy úgy, mint a Kádáréknak, meg Csaucseszkonak, hogy belögdösik a medvét. Igen. Egy búvár alulról hazgatja a pisztrángokat. Igen, van egy naplástó, ezt nem ismertem, a tárnoki halastó, meg a péceli magántó. Csabiék ismerik nagyon jól a naplástót, oda szoktak kijárni, igen. Úgyhogy ezek vannak, gyerekek. Hogyha megfigyeled és közelülsz hozzá, akkor látod is, hogy hány horog van a bőre alá beékelődve. Csabi nagy pecás. De oda járnak fürödni. Mi nincs otthon vízük? Hát, hol van, hol nincs. Most abban a tóban, akkor nincs halhal, Csabi, ott fürdik. Hát miért otthon? Miért nem otthon fürdenek? Pont azért van vissza, te rákok kimádják. Tudod, hogy ezek a rohadt mája csípi. Hát tényleg, miért nem otthon? De hogy oda járnak fürdeni, mert milyen olcsóbb, vagy kikötötték a vizet, vagy mi történt? Jól van. Na, meghallgatjuk újra a híreket. Jó, egy perc van pontosan 7 óra, mi pedig jövünk a hírek után. A reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. 7 óra, 11 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és mondom, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as, 93-as, 94-es kilométer között Vénszkánia végleg megpihent az árokban. Ezt KP küldte nekünk. Vegetta is elküldte ezt az SMS-t. Köszönjük szépen. Aztán nézzük még, hogy mi van. Trafi szintén az M3-ason, a 153-asnál Pest felé. Ezt Jos küldte nekünk. 185-ösnél, és mi van? Minden az M3-ason történik. Mérnek Pest felé, ahol az M35-ös csatlakozik nagyon sunyi helyen. Ezt Z küldte nekünk. Aztán kamion az árokban, az M1-esnél. Egészségedre! Tedd ki! Na! 80 plusz! Érted? 80 plusz reggel 7-kor. Gyógyszerem! Adjuk hozzá gyógyszerem! M1-es, 134-esnél Hegyeshalom felé kamion az árokban. Szélső és leálló zárva. De miről jön?
Szélső és a rálózott sáv. 5 perc. Ez már. Ez a chemtrail. Na, ez megint, az... megint permeteznek. Látod? Persze. Na, miatt van. Ha, gyerekek. Na jó, ma kiszuszok. Ennyi volt a közlekedés. Ez, ez volt a közlekedési blokkunk, jó? Hát az időjárás még nem annyira jó. Jelentem, de utálom ezt. Az Üröm. Jelentsd, nagy uram. Somogy, Bükkösd, Szabadka, Bermuda háromszögben. Esik az eső. Megnéztem. Azt, csak ott, de csak ott? Tehát most, ha máshol esik, az ott nem esik valójában? Hát ez egy viszonylag nagy terület. Sajnos. De biztos, hogy csak ott sehol máshol? Az ország harmada. És mindenhol esik az eső. Viszont, képzeljétek el, mi történt. Na, nagyon örülök neki, hogy végre ismét láthattam egy nagyon jó kis interjút, egy kis hírt, egy kis riportot a televízióban. A 18. kerülettel kapcsolatban is megint büszke lehet. Már megint ez a 18. kerület. Ha megint veletek van a gond. Büszke lehetek az egyik kedves honfitársamra, szűkebb környezetemből, aki levitte sétáltatni a több mint 2 méter hosszú zöld anakondáját. Jaj, láttam én is. Azt ott felejtette egy kicsit az utca közepén, egy kocsi is hátment rajta, de aztán a járőrkölők gondolták, hogy szólnak már valakinek, semmi baj nem lett természetesen. Ha igen, a kocsit valószínűleg el kellett vinni bizére, futómű beállításra. A kígyának nem lett semmi baja, hiszen 2 méteres és olyan 3-4 éves volt egyébként, és amúgy a világ legnagyobb méretűre megnövő óriás kígyójához, vagy óriás kígyó fajához tartozik, egy zöld anakondáról van szó, ami írd és mond 6 méteresre is megnőhet, 200 kilósra is, és egyébként különösen veszélyes állatnak számít, a tartása az engedély kell, de a gazdi, mondom még egyszer, büszkén. Levitte sétáltatni, vagy ki tudja miért, vagy kiesett az ablakon, vagy nem tudom mi, 2 méter hosszú zöld anakonda, ami már nem csak... Majdnem olyan, ami a gatyámban van. Hát igen, igen, csak hát, a térdei picit vastagabb. Igen. Nekem pitonom van. És a térdnek a köpése nagyon... Na jó, van, mindegy, hagyjuk most. Szóval a lényeg, hogy ez már nem csak a kisebb kutyákra, vagy rágcsálókra, hanem akár gyerekekre is veszélyes lehet, hiszen köztudottan úgy öli meg az áldozatát, hogy rátekeredik a nyakára, aztán ember legyen a talpán, vagy kisgyerek legyen a talpán, aki, vagy anyuka legyen a talpán, aki lefejti a gyereknek a nyakáról. Hogy értitek? Tehát, hogy mi? Mi történik? Az volt egyébként, mi folyik hogy itt? Levitte sétálni, kibújt a pórázból. Mert ugye nincs lába, ja, amiben megakadjon, hátrafelé. De, szóval... de befogták, de sajnáltam is, nem is a Bodzoli fogta be, valami idegenbefogó volt, kicsit irigykedtem is, hogy itt le akarják taszítani Bodzolit a tróról, valami kopasz krapekot magyarázott, és rátekerte a saját csuklójára ezt a halat, vagy... ezt a halszerű lényt. Ezt a halszerű, fula hüllőszerű ufót. Lábatlan gyíkot. Szóval értitek? Valahogy így kivitte egy kicsit az udvarra, vagy kisétált, vagy nem tudom, kislisztolt. Biztos nem a kulcsukon mászott ki, mert egyébként vastagabb volt a kígyó, mint a combom, ami nem ugyan nagy teljesítményű, nem vagyok egy ilyen mackos típus, de hogy ettől függetlenül. Igen, valaki... itt a kérdés mindig az, hogy szökik meg. Tehát ez általában szabadon mászkál a lakásban, és ott valaki eteti sajttal, tudod, amit egyáltalán nem szeret, vagy így nem vág neki egy háromszögletű sajtot, meg némi karaván. Gyere, csü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 cs
vagy elindul vele sétálni, vagizni egy aranynyaklánccal a nyakába, hogy neki ilyen is van, és ezzel ijeszgeti a játszótéren a gyerekeket. Tehát hogy szökik meg? Én azt nem értem, hogy valaki ilyet tart, azt már kezdem megszokni. Jó, de a megszökés a furcsa. Azt sem nagyon érted azért, hogy miért tartasz egy olyan állatot, ami néhány év múlva akár 6 méteres és 200 kilós is lehet. Figyelj, ha van, aki egy pókban lát szépséget, én nem értem az egészet, se szép, se kedves, se barát, se semmi nincs benne. Tehát aki rovarokat, pókokat, hüllőket tart nekem, ott ül egy ilyen varánom, néz rád hülyén, az egészet nem tudom megérteni. Semmi. A vadász görénynél kezdem tolerálni valamennyire. Legalább az néha oda jön. Igen, meg megsimogatod. Igen, tehát tartasz egy ilyen gekkót, vagy egy nem az egész szerintem nagyon fura. De mindegy. De hogy szökik meg? Mindig az az érdekes, hogy hova megy? Hogy megy ki? Elhúzza a tetejét a terrárium, és az, jaj, hát a sajt, elfelejtettem. Kimegy a hűtőbe, hoz egy kis sajtot, és mire visszamegy, addigra nincs ott a kígyó. Vagy csönget a postás, mert hozza a családi pótlékot, leszalad, nyitva hagyja a résnyire az ajtót, a kígyó kiszúrja. Nem, egyébként szerintem, hogy annyira... És hús!
És megindul kifelé. Nem, valószínűleg van egy ilyen szexualizálása a kígyónak. Tehát azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik ilyet tartanak, kiveszik, nyakba veszik, méregetik, nézegetik, ráfolyt a nyakára kicsit, letekeri, tudod, folytat egyet, azt a gyerek kígyón folytsára a nyakamra. Tehát van egy ilyen... Tehát azt mondod, hogy ez is olyan, mint a Porsche Cayenne. Igen, hogy kicsit ez így el van játszva, tudod. Tehát az, hogy ott dögöljön egy kígyó neked a terrárium, az nem érdekes. Kiveszi, nyakba teszi, és egyszer csak hoss, kimegy a fürdőszobába, és mire viszont nincs ott a lény. De akkor is még ki kell jutni a lakásból. De azért még kifelé menet, azért benyeli a pincsert. Igen. Elvisz két gyereket. Hát ez meséltem, hogy találtunk egy negyedekkora kis siklót a kertbe. Figyelj, a hideg kiráz. Fogalmad nincs, hogy mivel áll szemben. Eleve Európa, nagyon városiak vagyunk, ott van neked egy ilyen kis... Eleve azt se tudod, hogy hát talál neked, vagy szemben. Nem tudod, hogy ez most köp... Az elején még ez most köpni fog, csípni, rúgni, harapni, rázni, melyik lyukából mi jön? Mit kell csinálni egy ilyenen? Most egy ilyen két méteres ott megjelenik a játszótéren, hát azért az... Jó, mondjuk te nem értesz hozzá, de hát valószínűleg... Hát mi a lakosság 99%-a nem ért hozzá. Én azt mondom, hogy azért biztonság kedvére mindig mielőtt még pánik van, meg szólsz a Bodzolinak, azért nyissátok meg a csapot hátaslag. Nézd már, anyjuk! Nagyon csapkod a vége! Vizet spriccel! Méreg lesz! Nézd, mennyi jön! Ki se fogy! Láttam ezt egyébként, tényleg tegnap befogták, én is gondolkoztam ezen, hogy hogy a fenébe, a gyerek imádta a hírt. Egyébként nem engedte elkapcsolni. Látod, milyen helyen lakunk? Na? Igen, az nem is figyeltem, Lőrinc, tényleg. Aztán az nem lese esett. És nálunk a telekárak is jobban, mint állat. Mindig veletek van a baj egyébként, Lőrinciekkel. De figyelj, nézzem, 18. kerület, és képzeljétek el, tehát kiment az útra ez a szerencsétlen jószág, és egy kocsi át is ment rajta, mondom, semmi baja nem lett a kígyónak, vagy legalábbis nem sikoltott fel, vagy akármi, de nem mondták, hogy bármi problémája lett volna, és akkor egy járókelők így, egy hát, akkor szóljunk már valakinek. Gyerekek, valaki próbálja már meggyőzni bennünket, hogy ebben mi a jó. Aki ilyet tart, hívjon már föl bennünket. Csak mondja el, nem, hogy mi benne a szép. Lehet, hogy azt tudom mondani, hogy igen, megértem. Mert hogy nem ad érzelmet. Ugye, aha, tehát állatot általában az ember azért tart, hogy valami érzelmet kipréseljen belőle, nem? Macska, kutya, szeretet, simogatod, odajön nyal, kapar, mit kopogtat, valamit csinál. Nem? Ez meg átölel, csak nagyon szoros. Csak aztán nem akar elengedni. Hát, ha van egy olyan hallgató, nyilván biztosan, aki mit tudom én, tart egy 2,5 méteres pitont, vagy egy csörgők, mint csörgők így ott, azért azt nem veszel nagyon a nyakadba, hogy hívja már föl bennünket, mondja már el, hogy egyáltalán milyen érzelmi kapcsolatba lehet kerülni egy kígyóval. De most nem arra gondolok, amit ugye láttunk néhány, most már az olasz parlamentben üldögélő. Nem erre gondolok. Jó? 555-55-00 ez a telefonszámunk. Hogy mondja el, hát lehet, hogy aztán ezt meg tudjuk érteni. Mi benne a frankó? Nem zavar. Semmit, figyelj, nem. Tudod, mit csinál egy ilyen kígyó? Éjszaka mozog, akkor bedoztak egy ilyen félhalott tegeret, azt megfogja. Egyébként meg semmit. Bőrlégzésen keresztül döglik egy teráriumba, és alszik. Aha, meg néha kidugja a nyelvét kicsit, és így cicek vele kettőt. Hát meg ugye tényleg, tehát, hogy felismer, hogy te vagy a gazdi, tehát véletlenül a terrelőnek a tetejét résnyire nyitva hagyod, és akkor este érzed, hogy az a rohadt kettős front, új fulladok. Tudod. Nem tudod, oda szózza bár, a kicsi, vedd le a karodat, nagyon szorít már a karod. Sok... Tudom, hogy szeretsz. Nagyon jó volt a múltkor is a nyakkendős. Hidd el, ízlett a lecsót! Szóval, hogy tényleg... Mama, maga az! Én a pókokat se értem. De abban ma legalább valami veszélyességi faktor, gondolom, van egy ilyen adrenal, amikor eteted, hogyha tartasz egy ilyen afrikai madárpókot, ami esetleg megharaphat, és akkor oda benyúlsz, az ad valami adrenalin. Esetleg hátam megharap. De most mondd meg nekem, nem ez... Kis izgalom. Nem ez benne az izgalom? Hát mi a fenéért tartasz egy ilyet? Ha nem azért, hogy legalább elmondhass, hogy van két mérges pókod, nem? Tudja közelebb tenni a legyet. Igen, hozzá, vagy megetetni, vagy abban van némi adrenalin. De egy ilyen fáradt kígyó van, hát a legunalmasabb része az állatkertnek ez a hüllőház, amikor bemész, és maga az elmúlás, de fekszik összetekeredve 6 darab ilyen kígyószerű lény. De ott a borzongás van, ha oda bemész, hogy az félelem maga, és hogy azt viszed haza. Mennyien vannak előtted, mire odaérsz a mosdóhoz, meg mikor tudsz már kijutni, mert rohadt meleg van a pálmaházban. Én mondjuk nem tudok veled maximálisan egyetérteni, mert én például imádok bocsáskákat számolni. Oda megyünk a teráriumhoz, és akkor így nézik, és akkor ki van írva, hogy bocsáskát. Na, mondom, oké. Így van, kezdődik a projekt, számoljuk meg őket. Imádom, hogy ránézel, nem látsz semmit, csak növényeket, ágakat. Na, de mindenfelé, és aztán kiderül, hogy minden ág egy-egy bocsás. Igen, imádom, de az jó. Azt imádom.
Igen, még egy bocsácskával bujócskázni nem túl szerencsés. Szerintem ő nyert. Számolok tízig, aki bújt, aki nem is körbenézél az erdőbe, tudod, találd meg a bocsácskát. Meg vagy pajtás, ja? Szárazák. Valószínűleg a bujócskát ő nyeri egyébként. De az jó, mert ott állsz hülyén, és rájössz, hogy totál hülye. Ez is, az is. És aztán kiderül, hogy az, amire azt mondtad, az nem az, viszont amire azt mondtad, hogy ez biztos bot, az egyszer csak így mozog kettőt, és arrébb megy. És utána megint 10 percig nem csinál semmit. Hagyja csak, nem öntözzük el szárat. Ja, ez nem bocsánat. Szóval, hogy ez tényleg nonsens. És itt meglett az ember, aki éve? Meglett, odament. Ja, de tudom, de nem kaphatja vissza. De igen, de hogy odament, és akkor mit mondott a járőkelőknek? Elnézést, nem láttak az anakondámat? Hogy tudom, ő jelentkezett, igen, de nem kaphatja vissza, sőt, nem, a szegény még meg is, nem szegény, de meg is büntetik. Szegény engedélyesen volt rá, hogy tartsa. Milyen lúzer vagy, elhagyod, lebuksz, odamész, még meg is büntetnek, és vissza se kapod. Az jó kör, nem? Igen. És mit mond, nem mondott semmit, hogy ment el tőle? Nem tudom, a hasitasimból esett ki, vagy én nem tudom. Te nem mondta el, mert a hírben egyébként ez nem szerepelt, hogy szökött meg. Hogy lógott meg. Az nem, az sose derül ki. Engem mindig ez érdekel, hogy lóg meg. Itt van velünk Edith, akinek van valami hüllője. Edith, hello, jó reggelt! Aha, sziasztok, jó reggelt! Mit van? Nekünk egy zöld leguánunk van, aki elég pici korától került hozzánk. Olyan pici volt, hogy amikor a markomba fogtam, kicsi feje és a parkincája logott ki, rendszeresen a párom hasán lutót napozott. Édesem, de cuki. De most ezek ilyen nagyok a leguánok, azért megy egy méter, nem? Hát, most már másfél méter. Jézusom. Olyan 3,5 kiló teráriumban lakozik, de a mai napig igényli, hogy egyrészt, hogy kivegyük, szokott mászkálni, két cicánk van, szokott mászkálni a cicákkal, illetve amikor beteszek neki kaját, és megsimogatom, hát elengedi magát, úgy dől bele a kezembe, becsukja a szemét. Igen, ő egy picit más. Én láttam például fent videó megosztó portálon olyan videókat, ahol konkrétan játszik a macskával egy leguán. Tehát, hogy náluk azért vannak. De itt legalább látsz valami érzelmet az állaton, nem? Igen, kommunikál. Abszolút lehet vele érzelmet tapasztalni. Illetve együtt nőtt föl a nagyobbik, most már nagyobbik pianisztával, aki bement hozzá, és együtt játszotta. Uh-huh. És a mai napig vele jobb a kapcsolata, a kisebb pianival azért nem. De gyerekek vannak nálatok, Edith? Nem, nincs. Nincs. Akkor azért van ennyi állat. Most te vagy a cica, hát én a leguán. Igen, gyerekpotló. Amikor már a gyerekek nagyok, akkor kell valami, akivel lehet egy kicsit nézni. Na jó, de kutyában nem gondolkoztatok? Tényleg? Igen. Nem, a kutya sokkal nagyobb felelősség, tehát őt, ha esik, ha fúj, pisilni kell vinni. Nem éreztem, hogy én alkalmas lennék kutya. Aha. Az jó, ők azért napi 24-ből 22-t alszanak, 2-t mosaktanak. Mennyi időnként kellett etni a leguánt? Naponta egyszer kap, és elég változó, hogy mennyi. Tehát azért elég sokat tud enni, most azért kevesebbet. Most mit eszik? Valami. Salátát, kéklevelet, mindent, ami zöld. Azt hittem, hogy ragadozó. Hát nem, az orvos azt mondta, hogy nem túl jó, hogyha a hús teszik. Nagyon szereti például a mini mozzarellát. Jaj, egy pillanat, mert közben nekem mutatnom kell. Mini mozzarella. Igen, jó ízlése van egyébként. Szigorúan bivaj, vagy a hamisítvány? Nem, az kiszúrja. A bivaj mozzarellát nem annyira szereti. Nem, aha. Ezt a sima... Ja, a kis golyókat. Igen, a mozzarella golyót szereti. És hát mindenféle gyümölcsöt, az etermálna, a banán. Na jó, de legalább itt tényleg van valami érzelem. Tehát kiveszed, simogatod, pislogod, dorombol igen, kicsit, morog, igen, ad valami igen, hangot. Hát az még, édes, még érthető egyébként. Fej. Igen. És mióta van meg? 11 éve. Tehát elég kicsi korától, hát most már nagyot kajét azon gondolkoztunk, mert elég nagy teráriuma van, de már kinövőbe van egy nagy medencéje, hogy nem tudom, mit csinálunk, ha ez még nagyobb lesz, valószínűleg az állatkertet fogjuk. Hát vagy csipencsetek le kicsit a farkából egy 20-30 centimet. Nem nő vissza? Nem, ő nem nő vissza. Nem, vagy hozzátok ki hozzánk, nálunk már minden van. Engedjétek el Lőrincet. Lőrinc egy kis izé. Egy kis esőerdő. Igen, egy külön kis esőerdő. Milyen a kapintása egy ilyen állatnak? Meleg, mert ugye ő nagyon szereti a meleget. Aha. Alapesetben 35-36 fok kell neki, a pihenőhelyén 40 és fölötte. Úgyhogy meleg. Tehát még fűthetsz is rá, tök jó. Hát igen. De nem hideg a tapintása, és nem nyálkás, nem sikos.
teljesen száraz, és nem kellene. Ez egy nagyon cuki kis állat. Hát igen, valami érzelmet lát rajta az ember. Igen, 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 nagyon helyes. Edith, köszi, mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Bérszámfejtő vagyok. Hát oda kell az izgalom. Hát oda kell, kell egy kis legúlni. Igen. Edith, köszi, hogy csörögtél, ciao. Oké, sziasztok. Hello, hello. Közben rájöttem egyébként, hogy mi a jó, a kígyó az én anakondákban, az, hogyha egyszer megetted, utána simán elmész nyaralni. Érted? Nincs az a felelősség, tudod, amikor, vagy érted, kutya otthon, rá kell bízni valakire. Itt egyszer megetted, elpihen, elfeksz, két hét múlva visszajössz, még mindig ugyanott van. Én berakszik egy infralámpát, ott elnapozgat, és sok minden nincsen bele. Egyébként igen. Na jó, hát ezt nem, gyerekek, ezt én nem fogom tudni megérteni. Még ez csak-csak? Hát ez még ez igen, de a kígyónál tényleg. Hogy hívják? Nem mindig. Honnan tudod, mi lehet, hogy oda jön? De mindenki Petike. Petike is oda jön. Nem? Igen, fogalmat sincs, hogy merre indul, valamerre elindul, érted? Hall egyáltalán a kígyó, van füle? Vagy csak szaglása van a nyelvén keresztül? Nem, hall üllő. Ennyire nem ismerem a biológiát. Jaj, hát, hogy kérdezsz? A kutya fáját. Jó van. Azt mondja Anna, hogy beszélt körülbelül 5 emberrel, de egyik se tudta megindokolni, hogy miért tartja. És az egyik hirtelen hallgatott el. az egyik fuldokolni kezdett a beszélgetés vége. Azt mondják, hogy egzotikus. Na hát... És? Hát akkor igen, tehát akkor ültess egy mangófát a fürdőszobában, az is egzotikus. Így van, nem? Akkor csajozz be a kis tigris piacon. Egyébként ott még bum-bum finish is lesz akkor. Hát értem, igen. Az is egzotikus. Na jól van, jövünk mindjárt a hírek után. Többen megírják, hogy vezető cikk az Indexen egy chemtrail interjú. Jani, kávé, ja, mehetünk. Úgyhogy csak én jövök vissza majd a hírek és az erre után, jó? De akkor hosszabb. Igen, elolvastam, szeretnék róla szólni. Jaj, oda fáradsz a pulpitushoz. Mellette vagy ellene. Szólni kívánok a chemtrailről, jó? Úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után. Klassz FM-en. 3:48 lesz, 6 perc múlva, hello mindenkinek. Egy jó kis rockset itt a Morning Show-on. Ez egy jó dal volt jó tőlük, nem? Jó, nekik sok jó kis lágerük volt, és én azt mondom, hogy nem egy kaplafára készült dalok ezek. Jó, megírtak, zenéleg is teljesen rendben van a csajnak, nagyon jó hangja van. Hát, Mária. Na, én bírtam Mária. A kis. Mikor gyerek voltam, én is? Mary, Mari. De időként Marci, is. Marci, nekem Marci. Ott arra. Marcs. Maris. Maris. Per meg a Maris. Per, tényleg per. Per volt a srác, hát vagy a srác kinézetű androgűn-szerű lény. Ő per volt, és akkor volt a Marcsi. Valami bíróság ügybe keveredett. Marcsi, Marcsiban volt valami. Ugye? Igen, gyerekként, tínédzserként, hát igen. Igen. Kevés olyan nő van, akinek jól áll ez a fajta ilyen rövid szőke haj, egy kicsit oldalt ki van borotvála föl, egy picit meg van hagyva, ez kell egy fejforma, hogy mutasson. Igen, igen. Nem mindenkinek sikerül ezt összehozni, mármint jó Isten. Próbáld még terelni, hát ha nem jön a chemtrail. Sárbogár és Mezőfalva között baleset, két autó az árokban félpályát lezárás, ez Botont küldte nekünk. Az M3-ason Pest felé a 185-ösnél dolgoznak a szolgálók és védők, milyen szépen mondta Atesz. Köszi Atesz. M1-es Hegyeshalom felé a 132-esnél kilométer kamion az árokban. Ezt Roli üzente nekünk, valamint Poroszló és Tiszafüred között újítják a hidat, és emiatt arra szól a forgalom, ezt Kutricás üzente. Óriási dugó a Hősök terén, két autó ütközött, ezt Tomó küldte nekünk, valamint M3-as Budapest felé kamion az árokban. Igen, ezt mondtam. Na, itt nagyon sokan elküldik nekünk, hogy végre valami bizonyíték, és hogy chemtrail, és hú, és miért nem beszélek róla. Én láttam ezt már egyébként éjszaka. Egyre több helyen esik Feri. Most néztem, hogy már egyébként homokkomárom is. Nyugi, nem akarok sokat beszélni róla. Ugye tegnap ez az internetes portál egyébként egy ilyen összeesküvés napot tartott. És lehoztak egy csomó cikket a Kennedy gyilkosságról, a chemtrail-el kapcsolatban, a holdra szállással kapcsolatban. És ma... Kevikszer is a merítés. Igen, egy ilyen összeesküvés, a legnagyobb összeesküvés elméleteket taglalták. És nyilván szóba jött a chemtrail is, ugye ez a chemtrail, amikor is ugye állítólagosan, és igaz vagy nem, azt egyelőre még mindig nem tudni, ugye vegyi anyagokkal permeteznek bennünket jóhiszemű urak, akik azt gondolják, hogy majd mindenféle alumínium oxiddal, meg mindenféle dolgot, ha kiszórnak a légkörbe, akkor az visszaveri a napsugárzást, és ezáltal ugye ezek a vegyi anyagok megmentenek bennünket attól, hogy itt rommá égjünk a földön. Röviden ez most ennyi. Asszus, ezért esik egy hónapja. ezért van chemtrail. Van chemtrail, és most ugye ez az internetes portál, ez vezető oldalon hoz egy nagy cikket egy olyan pilótával, egy repülőgép pilótával,
aki ugye hát chemtrail pilótaként dolgozott. Belerepült egyszer egy chemtrailbe. Az agya, hogy belerepült. Ő csinálja a chemtrailt. De ő csinálja a chemtrailt, igen. Ő csinálta. Csinálta egy ideig. Csinálta, mielőtt elment ehhez a portálhoz valószínűleg újságírónak. Igen. Na most ez egy fiktív interjú nyilván. Tehát, hogy... Aha. Ez egy fiktív interjú, amit ők elkészítettek, hogy jelentkezett egy remegő hangú ember, akivel a 13. kerületi kocsmában találkoztak, és elmondta, hogy ő látta, ahogy ezeket a kis vegyi anyagokat beletöltik a gépbe. Hagyja 18. kerületi, mert jó, ez már direkt mondtam, jó, direkt nem, mondtam 13. kerületi. Nem kell tőlünk elvenni. De hagyjadjunk már nekünk egy kicsit, direkt mondtam 13. kerületinek, most már elegem van a 13. Minden ott történik, minden ott indul. 18. kerületi kocsma. Nem hiszem el, hogy te direkt. Azért írták oda, tehát azért írták meg úgy a cikket, mert hogy nálunk már minden megtörtént. Ez is. Igen. Na mindegy, szóval, hogy 13. kerületnének mondom direkt. Vegyük el a lőrinciektől tényleg, mert ne legyen minden az övék. De hogy ez, véleményem szerint azért ez egy egészen erősen fiktív interjú. Aha. Viszont ebben az interjúban van egy részlet egy német katonáról, egy videórészlet angol felirattal, az viszont érdekes, az nem fiktív. Ott érdemes megnézni. Ő arról szól, hogy ugye hát a német hadseregben szolgált ő is, és hogy látta, hogy pontosan mi történik, és utána hogy rúgták ki, miért rúgták ki. Egy ilyen kis 3 perces anyag, és hogy neki bizonyítékai vannak. Az egy érdekes kis interjú, azt érdemes megnézni, angol felirattal van. Úgy is repült egyébként a német olyan haderőnél. Olyan bizonyítékai vannak, mint a kanadai védelmi miniszternek, ugye? De szegény bácsi. Emlékeztek még rá. A Ivo szegény. Statter, én csak így hívom, Ivo Statter. Szegény bácsi előjött ő és a farbával, aztán azóta egy öreg vén hülye szerilisként néztek rá, hát, elmondta, hogy neki milyen bizonyítékai vannak. De meggyőző az ex-német katona. Az ex-német katona ebben az interjúban elég meggyőző. Igen. Maga az interjú az kevésbé. Minden a ex-tájusos szolgálat. Jaj, igen, ez az interjú. Nem teljesen. Mindegy, ő beszél arról, hogy ő mit látott, hogy látta, kik hozták ezeket a tartályokat, hogy hozták, aha, mit kellett neki csinálni, miért nem beszélhetett akkor róla, hogy rúgták ki. Ilyen kis 3 perces felszólalás van tőle. És akkor ezt most tudjátok, ezt a cikket lobogtatni? Ti chemtrailesek? Én nem lobogtatok semmit. Csak megnéztem, meghallgattam. Nem tudom, felfigyeltél rá, hogy Balázs már feltételes módban beszél a chemtrailről. Én végig feltételes módon beszéltem róla. Én nem mondtam, amikor egy 20 perces kis előadás volt, ezt ti fogadjátok el, vagy higgyetek neki, én csak hoztam bizonyos cikkeket, egyfajta válogatást, aha, meg mindenféle tüntetést, meg chemtrailes, mindenféle tanácskozásról szóló híreket, aztán eldöntitek, hogy igaz vagy nem. De azért te hajlamosabb vagy ezekben a dolgokban hinni, mint mi? A chemtrailek? Igen, szerintem igen, jobban. Hát nálatok mindenféleképpen jobban, mert ti maga vagytok a tagadás, az elutasítás. De mondom, csak azért, mert sokan írták, hogy beszéljünk végre róla, ez egy fiktív interjú. De jó, egyébként szenzációs. Annyira jó, hogy ugye sokan komolyan is vették, hiszen írták, hogy megvan a bizonyíték. Igen. Ami viszont érdekes, hogy az ebolával kapcsolatban itt is mindenféle összeesküvés elméletek vannak, hogy ugye most mi valamilyen titkos szérum gyógyítja azt a két ebolást, akit átszállítottak Amerikában. Aha. De eddigül a szérumról ugye nem volt semmilyen híradás, ami egyébként nem igaz, mert volt. De és az volt, hogy nem gyógyulnak. Hogy az volt, hogy az ebola maga nem gyógyítható. Hát szerintem ez is túlzás. Azt igen? Mondaná, igen, azért van, aki fölépült az ebolából, csak nagy a halálozási arány, aha, de 60-70% hal csak meg, tehát egy 30% az eleve túléli. És most ugye átszállították ezt a dokit, meg ezt a misszionáriust Amerikába, és állítólagosan beadtak nekik valami szérumot, amitől viszont jobban lettek. És hát mindenki nyilatkozik, amerikai és német szakértők azt mondják, hogy azért ezt nem kell ennyire forrón enni, de hogy állítólag létezik egy mindez idáig csak majmokon tesztelt szérum, amit most így kísérleti jelleggel beadtak ennek a két embernek, akik állítólagosan egy órán belül jobban lettek. Hát igen, ha megkaptad az ebolát, ott már nem nagyon érdekel. Ez egy SMAP nevezetű. Igen. Szérum. Igen. Ezt be tudjuk szerezni, mielőtt elindulunk majd ősszel Afrikába? Nem. ezt egyébként nem. Nem tudjuk beszerezni. Ezt általában csak majmokon tesztelték, és utána adták be a 33 éves dokinak, aha, akit egyébként ugye már átszállítottak az Egyesült Államokba. De olyankor szerintem mindegy. És hogy általában is jobban van. Igen. Persze. De hogy beadták, és egy órán belül jobb volt. Most ez érdekes, hogy azért van egy ilyen szer. Nem? Na most van néhány olyan készítmény,
amiket már teszteltek embereken is, tehát hogy azért itt vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik az ebola járvány megelőzésére vagy megfékezésére alkalmasak. Az Egyesült Államokban pont tegnap olvasni egy cikket más ügyből kifolyólag egy internetes portálon, ami gazdasági befektetésekkel foglalkozik, és ott jelezték, hogy ez egyik ilyen cégnek, most még egyelőre nem tudják, hogy melyik cégnek a készítményét fogják használni, alkalmazni erre, de hát természetesen a járványnak a kitörése jótékony hatással volt ezeknek a cégeknek a papírjaira. Hát hogy ne? Hát ilyenkor ezek a cégek, ezek abszolút az elgébeszöknek, csak azt nem értem, hogy ha van ilyen szer, akkor miért nem viszik el Afrikába, és kísérleti jelleggel adják be néhány embernek? Tehát, hogy ott hallott, hogy percenként meghal X ember. Jó, most képzeld, hogy miért nem jelenik meg egy csapat, és azt mondja, hogy nálunk van az ellenszérum, igaz, hogy csak kísérleti fázisot, de beadjuk három embernek, mert hogy egyébként nagyon nagy vesztenivalójuk már nincsen. Ezt a két embert átszállítják Amerikába. A CNN egyébként cáfolta, illetve nem pontosan a CNN hozta le, hogy ez a Brantley nevezető ember, ez egy órával már a szérum beadástán jobban lett. Utána pedig voltak kutatók, akik azért azt mondták, hogy ez meglehetősen irreális állítás a CNN-től, és hogy nem kell azért elhamarkodott véleményt levonni a szérumról. Most képzeld, miért nem viszik el Amerikába tesztet? Most mondom, megjelensz Afrikában 50 ilyen szérummal, azonnal kinyírnak, tehát ott szednek szét a repülőtéren, hiszen te is meg akarod kapni, ha beteg vagy. Egy-kettő olyan cég kezébe kerül, aki ezzel visszaél, és aranyáron fogja eladni csak azt az 50 fiolát. Szóval, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog. Nyilván van engedélyeztetés, bár ahogy az előbb mondtam... Valószínűleg egy kis táskába átszállítod, aztán ott elkezded beadogatni. Ja, ahogy az előbb mondtam, hogyha mondjuk ebolás vagy, akkor mindenben hiszel, tehát macska vizeletet is beadhatnának, ha valaki azt mondja, hogy attól jobban vagyok, azonnal megengedem. Tehát, hogy nyilván nincs ilyen része a dolognak, hogy valaki azt mondja, hogy ezt még nem lehet beadni. Miért ne lehetne? Úgyis meg fog halni szerencsétlen. Akkor legalább van esélye, nem? Igen, igen. És nagyon sok légitársaság egyébként már nem is repül ezen országokban. Tehát azért ez érdekes ez a dolog. Hát most azért kezd el komolyá válni. És na mindegy, kíváncsiak mi lesz ezzel a két emberrel. Ilyenkor például nem gondolkodol azon, hogy ha mondjuk hiszel általában az ilyen összeesküvés elméletekben, vagy hajlamos vagy hinni, hogy mondjuk valaki generál egy hírt, valahol most nem, csak az ebola járvány kapcsán gondolom ez, de azt nem gondolom, hogy ez egy fiktív dolog, de hogy mondjuk egy cég papírjainak az értéke nőjön a tőzsdén, vagy tőzsdei bevezetés után elterjesztesz egy hírt, egy információt valamilyen kevésbé ismert afrikai ország kapcsán, itt kitört valamilyen járvány, van valami vírus, és van egy amerikai cég, aki különböző készítményekkel, gyógyszeripari készítményekkel fejlesztéssel foglalkozik. Hát ez szerintem azért nehéz. Ez már sok. Hát elhitetni egy vírust az egész kontinenssel azért, hogy a te papírjaid az egekbe szökjenek, ezt azért így kétlem. Tehát arra gondolsz, hogy ez az ebola járvány, ez most egy generál dolog azért, hogy néhány cégnek a papírja az egekbe szökjön? Igen, miért ne? Hát tehát, nem. Azért most elég nagy gázok vannak. Például azt honnan tudja egy átlagos kisbefektető mondjuk, hogy például igaz egy olyan hír, hogy XY cég, mondjuk egy olajipari trust, talált valahol olajat, mit tudom én, valahol az ország már, vagy a kontinens másik oldalán, vagy éppen Ázsiában, vagy éppen Afrikában. És akkor hirtelen megindulnak a papírok fölfele. És mi aztán van, ha ez nem csak hír, hanem aztán, ténylegesen aztán egy nap múlva kérdő, hogy mégsem. Hát sajnos mégsem. Nem, én abban ilyenekben nem hiszek, de abban például hiszek, hogy például tudatosan nem visznek valahova szérumot. Azt mondják, hogy minek? Nem kell. Sokan vannak, úgyis, ne hagyjuk neki. Nincs fizetőképes kereslet, nincs, aki megvegye. Nincs, aki megvegye. És azért azt mondják, hogy nem éri meg őket meggyógyítani. Miért? Meg tudják venni? Nem tudják megvenni. Ki tudják fizetni? Nem tudják. Működik ott a társadalom? Biztosan nem működik. Te hogy visszük oda a szérumot? Halljanak meg, úgyis sokan vannak. Tehát abból a szempontból azért szerintem az egy létező összeesküvés elmélet, hogy nyilván azért ezen valaki keresni akar. Most olyan országban, ahol nem tud keresni, oda nem fogja elvinni a szérumot, mi a fenének vigye el, ki fogja megvenni. Egyrészt a feketék nagy többsége azt hiszi, hogy a fehérek miatt terjed, meg a nyugatiak hozzák oda, meg a maszkos emberek, ők hozzák a rontást ránk, hát ott azért ők nagyon vallásosak. Ugye ezt elmondta mi szakink is egyébként az infektológusok. Ráadásul nagyon nehezen mondanak le a tradícióikról, amik hozzájárulnak. Igen, a halottak csókolgatása. Igen, szóval, hogy ott azt mondja ez a gyógyszeripari cég, hogy nekem megvan az ellen szérum, áthozom magát a vírust ide valahogy. Megpróbálom itt elterjeszteni a lakosságon. Hát, ha benyalja mondjuk fél Washington, és akkor megjelenek a piacon, és azt mondom, hogy nálam van az ellenszer, tudom árulni. De hogy elvigyem egy olyan kontinensre, ahol senki nem fizeti ki, az nem érdekel, hogy halljanak meg nyugodtan. Hát profitot akarnak, tehát nem gondolnám, hogy ők azért arról szólnak, hogy majd ártatlan embereket mentsenek meg tök ingyen. Hát ez masszívan a profitról szól, szintén. Nem? Tehát például ilyenben igen, hogy azért nem viszik oda, mert
De ilyet, hogy valaki elhírezte valamit, és aztán az egbe szöknek a papírok, nem, ezt nem tudom, hogy elképzelhető-e. Na mindegy, érdekes ez a két ember, nem? Ja. Hát, a sorsa, hogy most ha tényleg jobban vannak, akkor elvileg ez működhet. Meglátjuk. Jól van, játszunk, jelentkeztek sokan Óven bácsira, Beru nénire, már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, szia, Ede vagyok, jó reggel! Halló, Ede, Sopronból? Igen, Sopronból. Milyen ez idő? Hát most itt még nem esik az eső, de picit felhős. Picit felhős. Most ti vagytok a nyerők. Igen, most állatok a labda. Mit csinálsz? Hát én a sörgyárban dolgozom, a laboratóriumban. Vizsgáljuk a söröket. De amik megy kifelé, azt megnézitek, igen, hogy igen, az előző nap, igen, vizsgáljuk a paramétereit, hogy megfelel. Szép szakma. Rendes. De mit, ott van 60 bontott üveg, és mindig egy kis... Fajtánként, műszakonként, szóval így egy-két rekeszt elküldenek, és azt kell, abból kell megvizsgálnom egy-két darabot, szóval. Aha. De most viccet félretéve, van nálatok is érzékszervi vizsgálat? Tehát amikor igen, megkóstoljátok? Van, igen. És akkor ugyanúgy, mint a, tudom én, mint a borászoknál, hogy egy picit lögyből, aztán kiköp, és akkor öblít, és aztán megint? Vagy hogy néz ki ez? Hát igen, le kell nyelni, itt nem öblíteni kell. Aha. Igen, közben elég segítenek a kollégák itt, hogy le kell nyelni. Tehát akkor rengeteg alkoholista élelmiszeripari mérnök dolgozik ott a Soproni. Igen, mindenki alkoholista, és most én is az leszek egy pár éven belül. Na jól van. Oké, hát akkor figyelj, te csütörtöki rovatod, azt ezt kedveled, nem? Hát, imádom ezt. Tényleg? Tényleg, én nagyon örülök. Így legalább megismerték az emberek az élelmiszermérnök szakmát, eddig mindenki csak kérdezte, hogy mit csinálunk, hogy nem érik a kenyeret, hogy egy kiló-e, meg ilyenekkel viccelődnek. Holnap jön a mi Gáborunk. Oh, olyan téma lesz, gyerekek, hogy megint elmegy a kedvetek attól, hogy éljetek, nem attól, hogy egyetek. Azt is, hogy éljetek. Érdekes témát hoz egyébként. Igen. Pont tegnap e-maileztem vele. Jól van, oké, Ede, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó. Nem tudom, mi ez, de nem indul. Igen, fura hangja van. Ez valami mezőgazdasági gép lehet. Igen, valami aratás. Igen, nehezen indul. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Hallasz majd egy rövid részletet, figyelj! Ó, hát ez... Érthetetlen a dolog. Érthetetlen, hogy ez is sláger volt, nem? Igen. Atya Isten. Ó, nagyon örülök. Na jól van. Oké, van egy ajándékcsomagod, gratulálunk. Nagyon örülök, köszönöm szépen. Megjött a tapsod is a végére. Ügyes vagy, nem is vettünk ki belőle semmit, meg volt minden. Ó, nagyon jó. Jó? Köszönöm szépen. Küldjük neked. Ciao. Köszönjük. Sziasztok. Hello, hello. Hello. Egy világ ugrált úgy, mintha tudna ezt az amerikai táncot, amit a cowboyok jártak erre a dalra. És milliók mentek el fejveszte a fogorvosukhoz, hogy megnézessék a fogsorukat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a srácnak picit elhanyagolt volt. Igen, itt ott voltak hibák. Még volt más daluk is, volt lassú daluk is. Rednex, a Wish You Were Here. A Wish You Were, igen, ilyen Kelly Family is lassú dal volt. Igen, de hát annak semmi tehát annak az égvilágos semmi köze nem volt, sem a csapathoz, sem ahhoz, ami miatt megszeretted ők. Igen. És meghallgatod, és akkor, ez, hagyjál már. Olyanok voltak, mint az Aqua zenekar, a Barbie Girl-el, emlékeztek? Jó, mondjuk, hát az nem voltak rossz zenészek. Ez a... Ugye? Isten. És akkor utána jött a... Nem, ez már utána volt. Először volt a Cat and I Joe. Az volt előtt? Ki, persze, és utána volt ez a dal. Nem is rossz ez a dal. Nem áll. Mi van vele? Te puha rocker. Feri, add már az öngyújtodat, légy.
Na, jövünk majd a hírek után, és arról beszélgetünk, hogy megkopasztott, majd nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő egy kanadai vonaton, és ezt a bizarr esetet egy szemfüles utas le is videózta. És beszélgetünk majd nyilván magáról az esetről, de azt gondoljuk, hogy aki BKV-zik... Hogy is meg tudjuk csinálni. Feri, mennyi madarat fogni a hírek alatt. Nem, természetesen, aki utazik, vonaton, BKV-járaton, távolsági buszon, akár még talán, ha sokat utazik, akkor repülőn is, mindenkinek van szerintem egy típusú állandó utitársa, aki mindig megjelenik, aki tudott, hogy ott van, aki azt a bizonyos dolgot eszi meg melletted, uh-huh. aki éppen nem fürdött már egy hete. Miközben nem is lehetne egyébként semmi ilyesmit fogyasztani, de azért ő csak betömi reggelenként a gíroszát. Igen, betömi a gíroszt, és tudod, hogyha reggel felszállsz arra az ominózus járatra, amivel te közlekedsz, egy-két megálló múlva felszáll ő. És megérkezik ő, csupa nagybetűvel. Mr. Ruszli. Mr. Ruszli. Vagy éppen tényleg nem fürödve bozontosan, koszosan, és egy állandó utitársként haladtok be reggel a munkába. Ezeket az állandó utitársakat keressük majd, hogy ki kivel, milyen típusú utassal utazik vonaton, buszon, vagy akár BKV-n. 2 perc múlva, 8 óra, ezzel folytatjuk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 4:09 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk egy jó kis Guns N' Roses után. Ettől mindenki fölébred. Hát ettől igen. Nincs más választás. Hát a rock történelem egyik legfontosabb zenekaráról van szó, mind a mai napig egyébként mindenhol a világon imádják, milliók, tízmilliók, százmilliók rajonganak értük, ez egyik leghíresebb nótájukról van szó ebben az esetben is, ugye, hát ez többé-kevésbé, illetve nem többé-kevésbé, mert hogy egyébként magadal is marha jó, de ugye a Terminátor filmnek is köszönhet. Az egyik betétdal, igen, amikor motoroznak. Igen, a Terminátor 2 pontosabb. Bankautomatákat fosztogatnak és motoroznak, igen. Ugye a fiatal John Connor, és közben a két Terminátor pedig már üldözi. Igen. És ő még nem tudja, és hogy... És Arnold annyira jó fej volt, hogy ugye vannak koncertbetét is a klipben, a videoklipben, ahova elment az Arnold forgatni, és ugye a tömegben ott keresgéli a gáztagokat. Igen, és a végén, hogy jönnek ki az ajtón, találkoznak, elég erős. Zseni. Elég erős, igen. Egyszerűen zseniális. Na nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egyes úton Győr-Szent Iván kertvárosában sebességet mérnek, 70 km/h lehet menni. Üdv, robotos bandi. Mit csinálhat ő vajon? Jó, nagyon szeretem. Egyszerűen meg nagyon jó. M1-es autópálya 88-as kilométerénél egy dinnyét szállító teherautó beparkolt a két oldal közé, a szalakorlátok közé van beékelődve. A dinnye akciós. Ezt G küldte nekünk, szegény, igen. A 47-esen Kopáncsnál van egy trafink, ezt Attila küldte nekünk, valamint az M1-es kivezetőjén két autó töréstesztet hajtott végre. Ma mindenki milyen szellemesen fogalmazza meg a közlekedési híreket, nem? Úgy vannak vele, a másik, ha már összetörték igen. magukat, legalább valami vicc legyen. Igen. Na, és ugye arról beszélgetünk már itt a hírek előtt, hogy érdekes dolog történt egy kanadai vonaton. Ez egy meglehetősen bizarr eset. Egy szemfüles utas egyébként levideózta a dolgot, mert hogy nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő. Ráadásul egy kanadai vonaton, ahol azt gondolná az ember, hogy talán kulturáltabban zajlanak az események, de nem. Ő ezt úgy fogyasztotta el, egyébként itt van a videó, feltesszük majd a Facebookra, hogy ezt ő meg is kopasztotta. Tollat nem eszel, azért ezen ne akadjunk föl. Egy kanadai állampolgárról beszélünk, nem egy vademberről, Balázs. Érted? Nem kint a prérin valaki. Na várjál, én nézem, közvetitek, hogy mi történik, mert nagyon nem lehet úgyse. Na most. Egy ilyen kis telefonnal van fölvéve. Uh-huh. Egy pici, nagyon kis vékony a kép, nem tudom miért a felbontása. Mekkora madár volt ez, egy pacsirta vagy egy albatrosz? Struc. Egy emut befal. Egyelőre azt láttam, hogy mindenki tanácstalanul fogja az orrát, ilyen rongyokat tömnek az orruk elé, és nem akarják elhinni, ami történik. Ja, most látom a nőt. Várjál, a Pali, aki fölveszi, lesz. Aha. Egy fehér madár. Oh. Egy lúdszerű madár, vagy egy sirályszerű madár. Igen. A nő előre hajolva, mintha rosszul lenne, leborulva a székekre. Várjál, meg kétszer is megnyitottam. Leborulva a székre, előre hajolva a padlón pucolja a madarat. Ha, de mert ez is a kultúráltságát bizonyítja, ha, nem akarja összevérezni az ülést. Nekem mindig nagyon szimpatikus volt, hogy a Kanada mindenféle nációnak lehetőséget ad arra, hogy ott éljen. Egyébként... Hogy megismertesse a kanadaiakkal a saját kultúráját. Egy ilyen kés van a kezében, egy hámozó kés, és a földön ügyködik. Uh-huh. Gumicsizmában van, pucolja a madarat,
és a végén megeszi. Nyertem. Ez elég erős. Ez elég erős. Uh-huh. Igen. Igen. Állandó útítás lehet, vagy ő csak így egyszer felszállt. Hát egyébként nem is vonat, ez egy metró. Na, az jó. Tehát kicsit könnyebben tudsz leszállni. És egy fehér madár. Esetleg egy nagy kócsag. Igen, az utolsó, tudom. Igen, az utolsó nagy kócsag. A legvédett. A természetvédelmi emblémája. Igen. Na, és ugye arról beszélgetünk már itt a hírek előtt, hogy nyilván aki utazik, folyamatosan tömegközlekedéssel jár, vonattal jár, ezen hallgatóinak mind van egy állandó útítás. Az állandó útítás alatt azt értem, tudod, hogy ott lesz, tudod, hogy melyik megállónál száll fel, tudod, hogy milyen szokásai vannak, eszik, iszik, beleolvas, fürdik, nem fürdik, ápolt, ápolatlan, kérdez, átadja helyét, nem adja át helyét. Nagyon sok ilyen állandó utas van, nem? Ha BKV-val jársz, tömegközlekedéssel, akkor ott mindig van. Érzed, hogy Kossuth tér. Igen, hogy, hogy ott van, hogy felszállt. Neked van ilyen állandó? Aki volt több is, meg van is. Most ilyen nagyon-nagyon markáns jellegzetes jelenleg nincs. De hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt. Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül, kidüllett szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokkerősítő van. De hogy kapaszkodott? Nyomja? Felszállt, igen. Nem kapaszkodott, támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, hogy mindig felszállt a Béketér magasságában, akkor még járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumi expandert, és Kőbánya Kispest. Végáll a másik, folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megdelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, így által, és rettegtem, és nem mertem neki háttalálni. Félelmetes volt a csóka. És nem is nyomogatta a gumiát? Nem, csak összeszorította. És úgy tartotta? Maga az erő. Nem vigyázzanak az ajtók, zárodnak. És minden nap egy megállóval tovább tartotta, vagy mindig felszállt és tartotta a végéig? Igen. Aha. Ungvár utca következik, ajtó becsukodik, összeszorított. És mindig ott szállt föl, mindig jött. Mindig kivétel nélkül. És soha nem mentél oda megkérdezni, hogy elnézést, bácsi. Hát te mertél volna? Nem, csak így ráfírtat. Elnézést, csak azt szeretném, ihaj, jó, semmi. Mit akarsz, kis kacsa? Megszabállak, összenyomlak téged is, és tartalak. Holnap veled fogok edzeni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, őt minden a mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskál a gerevjő lásóval, de az ünnepnapokon, szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC, saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrágja, vagy illetve nem is tudom, tehát hogy ettől még PVC is lehetett felőle. Vagy egy fekete nylon zacskó. És hétvégenként ment be bulizni. A napra lehetett nézni rá, nem, mert úgy csillogott a fekete lesz. Este akkor vagy mikor? Igen, este? Igen. De nem lehet, hogy lesz a leheti, a százados volt, aki... És nem. Ő rocker volt, de ez a... Finoman egy picit ilyen kék osztrigás vonal. Village People volt, és ő például tényleg kemény volt. Tehát, hogyha csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok hárman, négyen elkezdtek röhögni, amikor meglátták, oda ment hozzájuk. Megfogta a nyakánál. Nem tetszik valami. Ami leszerelt Rambó. Igen, és hogy és mindenkit lejátszott. És mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Amikor tolja kis talicskáját, ásó kapa. És mi mindig úgy közösszük neki, hogy csokolom. Csokolom bácsi. Freddy bácsi. Csokolom bácsi. Hova tetszik menni bácsi, csokolom. Szóval, hogy voltak ilyenek. Igen, ez az állandó útítás, ez tényleg, aki tömegközlekedéssel jár, hogy vonattal, annak ott van. Tudja, és mindig adott megállónál szállnak föl, és egy idő után tudod, hogy jön, megérkezik, ott van, kicsit megnyugszol, hogy oké, életben van, vagy reklamál, hogy add át a helyet, vagy nagyon büdös, vagy visel valamit, ezek ott vannak. Van, akit kicsit már vársz is, mert... Van a város típus, igen, van, aki aztán egy idő után nem jön, saj, akkor szomorú vagy, aztán megint jön, vidám vagy. Mindegy. Azt hittem, jön. Így van, na most mi lesz a libidómmal? Igen, pasival látod, még szomorú vagy. Igen, megcsalt az a... A rohadék barátja van. Igen. Neked van ilyen, Anna? Van az állandó, nekem is, meg vannak olyonok, akik hát a változó. Tehát aki nem metró, az... Busz, metró, van hármas? Az állandó, hármas metróban van egy faszi, az minden reggel beszáll,
De most egy ideje nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik. Minden megállott, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállott. Imádom. Aha. Ő már imádom. Most már szeretem. Ő nincs egy ideje, és aggódom, mert szerintem bevitték valahova. Hát az most bezárt már egy ideje. Van, hogy tudják, hát hogy alkalmazásba állt. Valahova aha. került. Igen, felvették a han. Ő az állandó, aztán vannak a változók. Amíg végig ment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És bemondta, hogy most leszállok. Ezt nem, azt nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, és kiszállt. Még váldom. És mindig az Arany Jánosnál szállt le, igen. És addig mondta folyamatosan. Addig mondta folyamatosan. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. És senki nem akarta megrendszabályozni, nem volt egy, aki mondta, hogy ne ordíts már öreg, se hagyták, hogy mondja? A, igen, de mosoly volt az arcokon, de látszott, hogy neki ez fontos, ez neki biztonságot ad, bekeretezi a napját, úgy elindult. Na. A bácsinál volt egy pici. Volt, de látszott, persze. Igen, látszott igen, rajta, de egy... kedves bolond volt. Na. De milyen hülyeség, az ember azonnal beskatújázza, hogy bolond. Mi van, ha nők egy gyerekkori álma nem... Vagy ő legyen a hang, nem ő volt a hang, nem jutott el, és ő ezt kiéli egyébként. Mi meg egy órá mondjuk, hogy bolond ért. Közben csak meri vállalni önmagát. Nem? Hát mikor ordítanád bele, hogy a nyugati pályaudvar következik? Jó, mikor mernéd magad elordítani? Hát nem ők a bátrabbak, érted? Van köztük azért egy-kettő, aki tényleg ilyen durva. Volt egy bácsi annak, hogy tényleg ilyen 10 éves voltam, és neki ki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit. Ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamos ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a vége a másik utazott, és akkor gyémát. És a körbenéztél, nem láttad, hogy mindenki elkezd egy gyűrűt levenni az ujjáról, nehogy az ővé legyen az egyetlen. Inkább leveszem a gyűrbet, és vissza kell majd vinnie valahol, tudod? Inkább leszedem a gyűrűket. És ő kerest a gyémántot. Kis pici bácsi, kis szatyor, teljesen normális volt abban. De nem lehet, hogy ennek az üvegtigrisnél valami beakadt? Nem, ő nem láthatta azt. Ő nem láthatta. Az előtt ő szerintem elhúnyt, de neki elég komoly horpadás volt a fejében, tehát hogy ott látszott, hogy valami súnyán eltolt lobotomia lehet. Ez az a típus, egyébként félsz. Tehát, hogy akit se megszólítani, se megnyugtatni nem mer, se odaszólni, segíthetek bácsi, így el akarsz menni onnan, nem? Mert nem tudod, hogy mit vesz elő, vagy mi van nála. És így hogy tolt? Igen, hogy a gyémát, ott van a gyémát, ott van a gyémát. És mi lett volna, ha ő a bemondós bácsival találkozik? Tehát ott azért azt a beszélgetést azért azt meghallgattam valahogy. Lehet érkezni, a gyémát, És ők ketten azért így virámmal elbeszélgetnek, és jön a tizedes, aki rendbe rakja őket. Igen. Jön a latex ruhás. És ők hárman úgy utaznak egy megállót, az szép. Volt egy másik is, aki nagyon, én egyébként ezért is örültem neki, hogy nálunk ugye az ülői úton párhuzamosan futott egy busz, meg egy villamos vonal, és akkor át tudtam szállni, amikor felszállt a gyémátos bácsi, igen, ahogy hívják, a kidüllett szemű expanderes, a hétvégi rocker, meg az az úriember, aki rendszeresen közvetítette a Pártház ostromát 56-ból. Jézus Mária. Ő, és én nem tudom egyébként, hogy miért, milyen gyűjtőhely lehetünk, ő mindig a busz megálló, vagy a buszvezető mellett állt, és konkrét izéket, sortüzeket vezényelt, rohamot vezényelt, rögött, de ő szórakoztató volt, tehát hogy ő látszott rajta, hogy olyan vidám kis emberke, és ő ott mindig elszórakoztatta a busznak a közönségét. Aztán ezek az emberek, én nem tudom, hogy mit történt. A szórakoztató jó, de aki félve bolond, már úgy, hogy félsz tőle annyira bolond, az viszont ijesztő. Hát meg vannak olyanok, akik... Gyémántos, ez magyaráz meg a gyereknek. Én azért félek nagyon a személyes kontaktustól, mert barátok leszünk hamar. volt egy ilyen srác, szintén mindig ott nálogat nálunk, a Nagyanyi utca megállójában, és vele beszélgettünk sokszor, és akkor mindig itt persze húztuk ki 10 évesen, és akkor, hogy és csajozol, igen, csajozok, és a csajoknak hova tennéd szívesen? A hónaja, mert az jó szőrös a hónaja. És az a baj, hogy egyszer játszottunk így vele, akkor, amikor hárman vagytok vicces, csak amikor egyedül beállsz a megállóba, akkor oda megy hozzá, és barátkozik. Igen, és az barátkozzál már vele 25 percen keresztül. Tudom, ha egyszer kedvesen szólsz hozzá, meglátja akkor benned a fényt. Igen. Oda jön, és azt hiszi, hogy társak vagytok. Uh-huh. Igen. És utána elválaszthatatlanok lesz. Igen. Megvan egyébként a rockerednek a neve, megírták. Megírták, igen. A kertész rocker. Guszti bácsi. És tehát, hogy ez ne csak bácsit, hanem Guszti bácsi. Guszti bácsi. Az öreg rocker, aki kertész Guszti bácsi. Igen. Na van egy hallgatónk, Feri. Hello, Feri, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Neked is van állandó útitársad tömegközlekedésen?
Nem állandó, de rendszeres útításra. Nem állandó, de rendszeres, aha. Így van, így van. Mindig sikerül megtalálni ilyen degenerált embereket, ha vonaton utazok. Hát volt olyan, a keletiből utaztam haza, Borsodra, aztán hát tömve volt a vonat, és egy anyuka felszállt a kisfiával, pont az én fülkénbe foglaltak helyet, és elindultunk, és félúton hát mondta a gyermeke, hogy neki pisilnie kell. Az anyuka megfordította a kisfiát, felállította, elfordította mindenkivel hátnak, és egy üdítős üvegbe belepisiltett ott mindenki előtt. Aztán amikor mondtam, hogy hát azt azért mégis, hogy gondolta, azt mondta, hogy hát tele volt a vonat, a fülkén is volt, aki nem fogja a kisfiát kivinni a WC-re. Aha. Akkor volt olyan, hogy visszafele jöttem Szerencsről Budapestre, ott egy gyúri ember szállt fel, teljesen piros öltözék, ilyen amerikai Vesco feelinget próbált utánozni, és tele volt a szajtra neki mindenféle cuccokkát, először nem tudtam, hogy mik, leült velem szembe, és elkezdett rántott húst tenni, mégpedig rántott csirke combot, de abban a szatyorban egy első ránézésre egy 20-30 darab rántott csirke combot. Éhes volt, persze. Körbe kínált mindenkit valószínű. Kell, hogy a szűzös savanyig ő meg is ette mind, ezt sörrel természetesen mind kísérte. Aztán fél után már, amikor nem volt hely, ugye hát a csirkecombnak, akkor egy finomabb szellentése helyet csinált még a maradéknak. És akkor hát ez mind télen, ugye, amikor nem lehet lehúzni. Mi ez a 30 rántott csirkét megevősen, mert ez nem a Fekete Laci volt? Nem erő, még krémes kizsel lett volna utána. Erőemelő verseny, mert megivott 4 liter kólát, 2 kiló kenyeret és 16 francia krémesen lefolytotta ezt a kis reggelit. Mert még sok volt ebédig. Kicsit megéhezett? Fekete Laci elbújhatott volna mellett, az biztos vicces. Na jó, igen, most mi nem, tulajdonképpen nem olyan utasokat keresünk, aki egyszer följött és furcsán viselkedett, hogy felszállt a vonatra, hanem olyan utasokat, akik állandóan megjelennek, ott vannak, tudod, hogy jön, és hát elég érdekes dolgokat csinál, mondjuk ezért az üvegbe belepisültetés, ez is kemény. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Eszembe jutott egyébként, hogy aki a pártház ostromát közvetítette minden alkalommal, ő például úgy szállt föl rendszeresen a 35-ösre, hogy jegyeket bérletek! Figyelj, én nagyon sokat BKV-ztem, én ezekért szerettem BKV-zni. Tehát, hogy de ez a szórakoztató része. Mert a BKV legnagyobb része nyomasztás, de amikor felszáll egy ilyen minden reggel, és erővel tudod, hogy sírsz. Igen, és mindenki, abban a pillanatban mindenki párjúba esett, elkezdett kotaraszni, és ja, megint a hülye. Én ismerem, én ezeken sírtam. És nem lehetett rá haragudni, mert a csávó egyébként egy ilyen csupa mosoly, abszolút egy ilyen nagyon jó kedélyű, nagyon pozitív. De ő viccből csinálta. Hogy képzeld már el, hogy minden alkalom. Jegyeket, Béla! És így röhögött, és mindenki, na menj! Na, nagyon jó SMS-ek vannak, csak egy-kettő még így a hírek előtt. Vonatozom, kedvencem egy középkorú pasas minden alkalommal. Amikor elment mellettünk egy vonat, elkezdett hangosan áriát énekelni. Nem is rosszul, írja, így egy hallgatunk. Mekkora forma, igen. Nem? Imádom. A BKV minden reggel a közelembe ült le egy tupírozott hajú nő. Előkapta a fésűt, és amíg utazott, igazgatott rajta. Minden áldott reggel. Imádkoztam, hogy nem mellém üljön. Ezt Jani küldte nekünk. Amikor a középsuliba jártam, minden egyes nap volt egy srác a vonaton, aki folyamatosan vonult a vonaton, teljesen céltalanul, leföl, össze-vissza. Akármelyik részén szálltál fel a vonatnak, biztos lehetél benne, hogy el fog melletted menni. Megmutatta magát a közönségnek. Én az ilyen arcokat, hát én imádom őket. Guszti bácsinak hívják, igen, erről beszéltük, az állokkert, aki kertész. Ő egy tényleg egy emblematikus arcot Lőrincen, tehát hogy nagyon sokan ismerik, nagyon sokan látták, és mondom, egy időben nem volt veszélytelen. Igen. Na várunk még ilyen SMS-eket, jó? Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, állandó útitársakat keresünk. Mit csinál, hogy viselkedik, mivel utazik, és a mai napig lehet-e még látni. 8:30 volt, pontosan 1 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és az állandó útitársakról beszélgettünk. Hogy hát hallgatóink kivel utaznak, ugye? De hát kiderült, hogy elképesztő. Emberek szállnak föl vonatokra, távolsági buszjáratokra. Kedved van visszaszállni, nem a buszra? Figyelj, én nagyon utáltam BKV-zni, de ezeket az arcokat mindig is imádtam. Nekem eleve van valami vonzódásom így a kicsit a bolondokhoz, meg ők is mindig megtalálnak.
Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem őket. Ja, Anna, amit elmesélt, hogy felszállt és mondogatta végig a megállókat. Hát mennyi. De ők a kedves, és leszállt az aranyelv kedves bolondok. A kedves bolondok, persze, nem az agresszív, nem aki inzultál, nem oda jön lögdös, agresszív, azoktól mindig befeszülök, nem szeretem. De az ilyen kedves, szerethető félbolondok, ők szerintem nagyon helyesek. De nem mennék vissza BKV-zni. Tehát minden csak reggel. Ezért nem. Én minden reggel úgy egy hangos köszönömmel szállunk be az autóba, nem? Hát te is. Én köszönöm. Köszönöm, uram, hogy nem kell. Na, csak néhány SMS. Jó? Hogy kivel utaznak minden reggel a hallgatóink? Nem hiszitek el, hogy mik vannak. Budapest szobvonalon. Kapcsolga nevű lány. Kapcsolga nevű lány. Minden reggel végigment a vonaton, és minden kapcsolót átkapcsolt. Senki nem tudta, valószínűleg ő se, hogy mit kapcsol. Nem szabadott a szemébe nézni, mert akkor odaült hozzád, és belebámult az arcodba egész úton. Azért az erős. Pécsen volt egy srác, aki mindig a végállomáson szállt fel a buszra, mindig a jobb első ülést foglalta el, ahonnan jól látta a sofőrt, és egész úton utánozta. Indexelt a megállóknál. De a kattogások? Nyitotta az ajtókat. Nyitotta az ajtókat, kormányzott, és hangokat adott. Nem tudom, hogy sofőr lett-e végül. Ő nagyon szeretett volna. Én imádom, de én imádom. Imádom. 10.30-as IC Budapest-Miskolc, figyeld. Büfés kocsis csávó tolta a bevásárlókocsit, és nem azt kiabálta, hogy mogyoró ívólé, hanem azt, hogy hóembert guminőt. Hóembert guminőt tetoválás. Mindezt hullarészegen, minden vasárnap így volt, írja egy hallgató. Amikor suliba jártam, az 53-as buszon mindig volt egy srác, aki mondogatta a megállókat, és kritizálta a buszsofőr vezetését. Itt lassabban, itt gyorsabban, itt közelebb kell állni a megállóhoz. Ő meg már kibukott lehetett. Igen, igen. Ezt Bence írta nekünk. 4-es, 6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombot csomagolás nélkül, beleharap, visszateszi, aztán mint a semmi nem semmi nem történt volna, utazik tovább. Hát gyerek, a bizniszmen, aki nem felejt el soha, hogy honnan jött. Mielőtt beérsz a tőzsdére, muszáj jönned valami. Nem köthetsz milliárdos üzleteket azelőtt, hogy érted, bemész dolgozni. Persze. Ki tudja, hogy áll a Bux. Ugyan egyszeri eset volt, de egy pasi a metrón elővett egy pakli kártyát, majd a hozzá gumizott borotvát. Leválasztotta a kártyáról, és elkezdett borotválkozni. Szárazon, tükör nélkül. A végeredmény viszont egész jó lett. A rutin. Igen. A vonaton vonuló srácot én is ismertem, még mindig jár. Ugye itt már jönnek a hallgatók, akik felismerik az utitársakat. Fiatal csajokat szokott betámadni, beszélgetni. Nekem is mindig bemutatkozik, havonta többször is. Ezt Júli küldte nekünk. A legdurvább. Kisföld alatti, figyelj, egy pali minden reggel kitépette egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját, amitől folyamatosan rángott az arca. Úristen, ez gusztustalan. De nem imádni való? Szörnyű. És akkor még jól jársz, hogy nem a te fülszörödet érte ki. Vagy nem, az övével csiklandozott téged. Vagy... Az végjobb. Így van. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, oda ment, és a vállára csapva nagyot köszönt neki, szevasz, bazzánk! Azóta anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoztak. A későbbi busszal, azért, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Hatodszorra vernek. Azért hatodszorra vernek hátba, ugye? Buszmegállóban rendszeresen állt egy idős nő, aki az összes elhadalodó kocsi márkáját, típusát, színét és rendszámát elmondta hangosan. Ez a 18. kerületben volt. Egy idő után már nem kerestem, hol van, ezt Gábor küldte nekünk. A tesóm balettos kontjába a mögötte ülő bácsi egész úton a mutatóját dugdosta. Totál oda volt a hajér. Jaj, megnyomom. Ja, még egyszer megnyomom. Hajacska. Jaj, de jó. Hajacska. Teljesen kiakadtam rajta, de a hugi lazán kezeli a bolondokat. De hogy tök jó. Azért, amikor beülsz valaki elé, és azt érzed, hogy mutatói állandóan megjelenik a kontyodban. Hajj csak ismerős. Hajj csak minden reggel ezt csinálja.
Figyeld, kicsi büfés SMS-e zseniális. Ugyan egyszeri alkalommal történt, de jó. A nő nem túl kellemes illattal leült mellém, majd elővett a táskájából egy zacskót, amiben káposztás tészta volt. Szépen kiterítette az ölébe, és közben megkérdezte tőlem, nincs-e véletlenül nálam egy villa. Hiszen vélelem. Mikor mondtam neki, hogy sajnos nincs, megrántotta a vállát, és elkezdett kézzel enni. Nyáron 40 fokban. Kicsi büfés írta nekünk. Egy kis káposztás tészta. Hát jó is az. Nem szenzációs? Hódmezővásárhelyen van egy srác, bármikor látod, mindig van egy kedves szava hozzád, ismeri mindenki, kivágja az újsághirdetéseket, évekre visszamenőleg tud bármilyen sporteseményt. Vonat és busz menetrendeket fejből. A város gyurikája, írja egy hallgató. Imádom. Hát ők szenzációsan. Kapcsolga? Nagyon na, nagy. Az vagyunk. Nagyon nagy. Zseniális. Utolsó szerelvényt lekapcsoljuk. 50-es villén rettenetesen kigyúl srác, mindenkibe beleköt, ömlik a mocsok a szájából, szidja a túlsúlyos embereket, meg a BKV-t hangosan. Ismered? De még nem találkoztam. Nem, elkezdtél nagyon bólogatni, azt hittem. Igen, igen, hát nem, hogy nem csodálkozom rajta, hogy ez is nálunk. Emlékszel egyiket középiskolás koromban volt mindig egy ilyen nagy darab srác, ő metron utazott, ő semmit nem csinál gyakorlatilag, télen-nyálon zokni, szandál, szatyor, és semmi más nem csinál, csak nézett és mosolygott. És ilyen nagy darab pocakos, ez a kicsit ilyen egerek és emberek típusú ilyen, hogy hívják, kicsit látod rajta, hogy valami nem stimmel, de semmi más nem csinál, csak állt és így nézett, és mosolyogott, és így finoman bólogatott. És nem tudod, hogy mit akar. Igen, és hogy úristen, vajon meddig maradok életben? Talán a lehelig. Mi van a 18. kerületben? Én nem tudom, mi történik, de minden ott történik. A pécsi buszsofőrt más is elküldte, ugyanaz a srác szerintem. Egy srác, aki a buszokon mindig a lehető legközelebb ült a sofőr fülkéhez, szerintem az ugyanaz. Aztán csapatta a Verdát, ez ugyanaz, kormányzott a levegőbe, váltott, nyomkodta az ülések hátát, intett a szembe jövő sofőr. Istenem, szegény. És hát szegény szülők azért nem egy egyszerű élethelyzet. De ő lehet, hogy így boldog. Hát ő azért, ő már, az már az erősen bette kategória. Tehát meg intesz a szembe, nyomkodod az ülés hátát, utánzod a sofőrt. Finom. Ott de azért, ő nem érzi. Hát neki ő nem, jó. Nyilván, persze. De azért mondom, hogy szegény szülők inkább. Ja. Sopron-Budapest autóbusz vonalon kb. 4 óra, Győrben felszállt egy kicsi ápolatlan öregasszony, aki egészen Pestig untatott az élettörténetével, közben hangosan felnevetett néha a semmin. Ha megpróbáltam a alvást szimulálni, addig bögdösött, amíg fel nem ébresztett. Amennyiben érdeklődés hiányát érezte, megtalálta magának a mellette lévő sorban ülő utast. Győrbe érve állandó szorongás fogott el, hogy vajon felszáll-e. Ez odáig fajult, hogy a Győrben leszálló utastársamnak könyörögtem, hogy utazzon velem Pestig, nehogy a Mammer leüljön mellém. Jézus. Nem kívánok senkinek ilyen élményt. Ez Tóbi küldte nekem. Hát ez szörnyű, nyomasztó tud lenni. Igen. Hát nyomasztó, persze. Uh-huh. Igen. Mondjuk ez a, most kezd összeállni a kép, rettenetesen kigyúl srác, 50-es vélén, Nikárpé kispestiek. Na, többen látták a pécsi srácot egyébként, fake hangokat adott és sziszegett is. Guszti bácsit én is ismerem, nekem van egy ruhajavítóm, ide tért be. Tudnak-e cipzár cserélni a bőrnadrágjába? Igen, akkor odaadhatom, és elkezdte levenni magát. Figyelj, Guszti bácsi, kifejezetten jó az, csak nem szabad megjegyzéseket tenni a PVC cuccára. Egyébként tényleg jó az. Minden reggel írja egy hallgató, Balatonfüred, Veszprém, ez szerintem most is történik. Felszáll egy ember, leül, és zseblámpával világítva nézi a lottó szelvényeit. Ez megy minden reggel, írja egy hallgató. Szolonkon egy fura bácsi mindig kézi kocsit tolt, fantasztikusan fütyült, de néha csak úgy ráordított az utasokra random. Fütyesnek hívtuk. Azért sok a beteg, nem? Szóval azért ez dermesztő. Na jó. A kedvencem az a buszsofőr volt, aki a 193-as hajnali járatát vezette, nyomta az öreg Ikarusznak, mint egy állat, és közben a mikrofonban vidám dalokat fütyűrészett. Igen, ezzel már foglalkoztunk, hogy a vicces BKV sofőrök, köszönjük szépen. De hát ő hivatalból csinálta az más. Hivatalból csinálta. Jaj, nagyon szerettem ezeket a történeteket. Milyen lenne egyszer őket összegyűjteni egy hetes buszra, de az összeset. Az összeset és egy járaton elindítani. Mint a Fegyenc járat a Konerben, tudod. Csak a szélsőségesek utaztak. Mindenki rajta lenne. A legdurvábbak Rács mögött, nehogy kiszabaduljanak. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki.
Csak még egy SMS. Pécs Budapest vonalon felszáll egy család, egészen jól szituáltak. Az utazás felénél anyuka előkap egy nutellás üveget, egy kiló kenyeret, és elfogyasztották kézzel. Kézzel ráadásul. Éhesek voltak. Hát ennyi gyerekek. Én imádom. Én imádom őket. Halló, jó reggelt! Sziasztok, halihó! Hello, Dani! Jó reggelt! BKV-szól vagy? Utazol vonaton sokan? Nem, én vidéken buszozok. Minden reggel, minden délután. Hát akkor gondolom ott is vannak gyöngyszemek. Hát, van egy hatalmas sztorim. Van egy idős asszony, mikor megyek kifele, én az első hajnali busztal szoktam menni, 4 óra 27-kor indul. Megyünk kifele, 4-5-en szoktunk lenni. Már fel vagyunk előre készülve, mert minden reggel magyaráz az öreg asszony, de ilyen 60 év körüli. De csak úgy bele a vakvilágba, vagy kiszúr magának valaki? Nem, bele a vakvilágba, neki nem mond semmit. Csak úgy bele a vakvilágba, így a meghalt férjét, szid mindenkit. De úgy, mivel kis település, így ismerünk is általában, ismerjük is azt, aki szid. Hát ez mellé azért néha szokott köpködni is. Ez már pikás. Tudom, hogy már meglátod, szorongani kezdesz. Van az az utas típus, ugye? Őszintén nem az. Már meglátod, és már szorulsz. Hát igen. Annyira nem, csak tudod, mikor nincs ott, akkor már fura a csend. Aha, az is igaz. Igen. Nagyon jó. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Fokozatosan nehezednek, semmi extra szerintem. Semmi extra? És picit örülök, hogy férfi a játékosunk, akkor másodikat is tudni fogja. Reméljük. Na, így szól. Az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik a legnagyobb címletű forgalommal lévő euró pénzérme? Ne kapkodj. Pénzérme. Euró. Euró. Így van. Egy és két eurós van. Így van. Mehetünk tovább? Persze, menjünk csak. Dedikált egérpadért, így szól a második kérdés. Melyik labdarúgó klub csatára Wayne Rooney? Hát ez nagyon nehéz kérdés, Manchester United. Így van. Nekem az lenne. Van, akinek ez nehéz, aki nem kedveli a focit, persze. Ahogy a focit szeretem, itt jön jó. Na. Dedikált morning show-s óra. Ha jól válaszolsz, megvan. Mm. Ha rosszul, bukod az eddig összegyűjteket. Megállsz, vagy... Milyen jellegű? Hát... nem használsz internetet. Jó, megmondjuk. Filmes kérdés. Menjünk. Jó, dedikált óráért. Bólogatnak is, hogy menjünk. Ki bólogat? Ki van ott? Hát munkatársaim, 4-en. Nagyon vigyorognak, igen, úgyhogy menjünk. Na, összetudjátok tenni szerintem a jó választ. Így szól a harmadik kérdés dedikált morning show-s óráért. Melyik televíziós sorozat cselekményének főhelyszíne Westeros? Westeros? Trónokharc. Az, így van! Csak van internet. Ezt valaki bemondta, hallottam, igen. Igen. Ők mondták. Igen, valaki szereti a trónokharcát. Milyen jó is. Itt mindenki rajtam kívül. Tényleg? Mindenki trónokharca rajongó? Az jó. Igen. Te csak azért nem szereted, mert még nem láttad. Lehet egyébként. Na, látod? Nézd meg az első évadot, hogy minden eldől. Vagy rákattansz, vagy unni fogod. Jó, nincs olyan, hogy valaki közömbös legyen. Oké. Jól van. Küldjük nektek, ügyesek vagytok, jó? Jó. Köszi szépen. Köszi, Dani, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Debrecenben egy pasi a villamoson a kapaszkodót nyalogatta. Nem bírom abba adni. Távolsági buszon egyszer mellém ült egy ismeretlen lány. Én zenét hallgattam, aludtam. 2 órás utazás után a lány felpattant, és gúnyosan, kicsit hisztérikus állapotban jót beszélgettünk. Ti pasik mind ilyenek vagytok, majd leszállt. Ez lelecsesz. Az egész busz engem nézett. Igen. Igen. Á, gyerekek, én imádom. Imádom őket. Na, augusztus 10-én van a Fradi Chelsea meccs, ugye? Uh-huh. 5x2 jegyet adtunk rá. 5x2 jegyet adtunk, hallgatóink is ott lesznek a Fradi Chelsea meccsen. 20-án pedig tűzi játék. Mi a kapcsolat a kettő között? Ja, ne, csak hogyha készültek augusztus a programokkal, akkor. Ja. Nem, csak azért mondom, mert hogy felhívjuk majd Orosz Pált, az FTC vezérigazgatóját, hogy kulisszatitkokat tudjunk meg erről a meccsről. Akinek van kérdése, nyugodtan küldje el, mi mindenre rákérdezünk. Mennyiért jött a Chelsea, mi van a szerződésben, kell-e a Chelsea-nek öngolt rúgni, hogy ne legyen annyira rossz a végeredmény, mit határoztak meg, mit nem határoztak meg, mindent meg szeretnénk tudni erről a meccsről. Így van, úgyhogy tervezett volt-e a Pápa elleni 1-0-ás vereség, illetve az Ute Fradi öreg fiúk. Jó, de öreg fiú volt. Az persze, már. De voltatnak. Igen, de egyébként az a meccs, tehát hogyha valami hasonló meccs lesz,
ebből a Fradi Chelsea-ből is, akkor szerintem senki nem fogja bánni. 11 gól azért. Igen. Csak jó lenne. Rúgjunk mi is néhányat. Csak oda-vissza. Igen, tehát ne egyoldalú. Ne egyoldalú legyen a dolog. Úgyhogy az FTC vezérigazgatóját hívjuk, hogy megtudjunk néhány érdekes részletet a Fradi Chelsea meccsről, ami ugye augusztus 10-én lesz. Is lehet kérdezni, nem? Hát csak tudja, igen, a pálya. Ha milyen jó, biztos. Hát jó, hát de hogy érted mégis, mekkora, mihány, hogy ül, mit kell bemenni, izé, arra, jobbra. Na, ezeket mind kérdez meg. Na, így lesz, ebben a sorrendben. Ez egyik kérdésre hagyd ki. Nem csak a Chelsea, hát az új a pálya. Ezek mind nagyon fontos kérdés. Mekkora, hogy megy be, merre megy, hol ül. Igen. Elnézést, Pál, tudja, hogy ön hol ül? És mekkora a pálya? Milyen a fű? Emlékszik-e még rá? Igen. 4 perc, pontosan 9 óra jövünk a részletekkel a hírek után. Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel, hello mindenkinek. Ez itt a Morning Show a Klasszon, és friss közlekedési híreink is vannak. Dózsa György út Hősök tere felé erősen torlódik. Ezt Tibi küldte nekünk. Tibi, köszönjük szépen. Van még egy 47-esen Szeged és Vásárhely között Kopáncsnál van trafi, remélem jól mondtam, ezt Attila küldte nekünk, Attila, köszönjük szépen. M6-os 141-es kilométerénél Pécs irányába fotóznak, annak ellenére, hogy kevés a forgalom, ezt Anikó küldte nekünk. Aztán a 4-esen lassú a haladás, csak azt nem tudjuk, hogy hol. Gubacsi úton az Illatos út felé csinos rendőr hölgy vadul lézerezik rendőrautóból, csak óvatosan. Más úgy, ha lekapnak, hogy egy jó nő kap le, nem? Hát legalább annyi, igen. Jön a levél majd, igen. Vas megyéből, igen. Tököli Hungária körút, elesett, egybefüggő autósor, cicmókot meg szeretem. Ezt Szilvi küldte nekünk. Szekhalom előtt KPM, meg rendőr szemezgetnek a gépjárművek között, szimpatikus a rendőr fiú, csók a pofiára. Aha. Ez a 47-es úton van, aláírás Géza. M3-as 94-es kilométer Pest felé kamion, az árokban ott is van kisebb torlódás. Kettővel ezelőttinél viszont csúnyán beleszaladtál a saját csapdába. No. Ugye pont tegnap beszéltünk arról, hogy valaki akar dalkérni, vagy tegnap előtt meg, hogy üzenni, hogy igen, szeretlek. Látod, mit csinálnak már? Ír egy közlekedési infót, és a végére oda bigyeztél. Ravasz. Kis cicumuki, nyuszi. Igen, tényleg ravasz, mert ugye én kékkel bejelölöm magamnak egyéb a közlekedést, hogy lássam, hogy mi az, ami a témához jött, az egyébként sárga színű, kék a közlekedés, és látom az elejét, hogy Dózsa György út, bejelölöm, de nem olvasom végig, majd ha odaérek élőben. És akkor a végére beleír egy cicumuk, szeretlek. Látod? Dózsa Györgynek üzenem, hogy... Igen. Nagyon szeretem. Igen. És alig várom az estét. Igen, jelige, 1514. Én de gyönyörű, én meg rászaladok. Ráültetlek a tüzes trónra este. Lerágom a húsodat. Csak gyere haza. Ja, gyerekek, igen, vigyázni kell. Nincs baj ezekkel a személyes üzenetekkel, tehát ha tehetném, tényleg éjjel-nappal ezt olvasnám. De tudod, nyilván. De sajnos nem. De sajnos nem tehetem. Nekem való műsor lenne. Aha, egy ilyen kívánság műsort egyszer a Csabi helyet csinálj meg 10-től 3-ig. Na, hát az szép lenne. Szeretném küldeni. Az a baj, hogy ugye a Csabinak viszonylag kevés a beszéd ideje. Tehát neki ugye azért egy kis szakmai titok, de neki meghatározzák, hogy egy órán belül ugye mennyit beszélhet. Tehát x percre le van bontva. Mert szintén hallották már sokat beszélni. Igen, és mondják, hogy Csabi, elég. Csabi, ne. Elég, Csabi, akkor inkább. Hagyatkozunk a lényegre. Nem, hát ugye 10-től a zene veszi át a főszerepet, és én nem bírnám ki, hogy egy órában, 60 percben beszélt, aztán kettőt, más felett. Tehát veszek két levegőt, meg kicsit tekerek a közlekedés éreken, és már ott vagyok. Vagy. Már elment. Már csak zenét kell játszani. Nem. Na nézzük akkor a közlekedési hírek. Igen, nem. És most zene. Uh-huh. Tehát körülbelül ennyi időm lenne erre. 3 óra 45 percen kezdve csak zen. Na gyerekek, jön a Chelsea. Hát, jön bizony. Ez nem tudom, hogy jó vagy rossz. Remélem, jó, hogy jó lesz. Jó lesz. Persze, jó, szerintem jó dolog. Igen? Egy ilyen csapatot megnézni, azt szerintem jó dolog. Most nyilván mindenki arra gondol ilyenkor, hogy csúnyán ki fog kapni a Fradi. Egyébként meg még kapna ki, hát legalább higgyük benne mi. Egyedül vagyok? Nem tudom, én nem tudok. Egy csomó minden nem értek ilyenkor, hogy... Hogy miért pont ők? Hogy miért a Chelsea, miért jó az, nem ha a egy stadion... Tessék? Igen. És miért nem szob? Miért nem gilice válogatott? Nem arra gondolok, hanem hogy nyilván ez egy stadionavató, egy nagy nevet kell meghívni, de nem, nyilván nem is tudsz olyan nagy nevet, aki ellen azért úgy valódi esélyünk lenne. Egyáltalán egy ilyen barátságos meccsen számít-e igazából az eredmény? Ugye azt halljuk, hogy
állítólagosan a szerződésben benne van, hogy erős keretet kell hozni a Chelsea-nek. Aha, gyakorlatilag tehát, hogy nem, a legerősebb kerettel kell érkezni. A legerősebb kerettel kell érkezni, igen. Ebben azért benne van a sérülés veszély is. Tehát valljuk be őszintén, simán lehet, hogy mit tudom én, egy ilyen kis elefánt puszinál valamelyik játékos egy kicsit legyógyul a Chelsea-ből. Hát, ha már elefánt puszikat osztogatnak kököllel egymásnak, az már, az már nagyon nem jó. Az már nem foci. De véletlenül valami történik, egy mit tudom én, egy Torres-szel. Akkor, hát most ő úgyis eladó úgy, hogy vele éppen történhet. Azt hiszem 25 millió euróért árulja a Chelsea. Lesérül, akkor csak 23? Hát akkor csak 23 szegény, ez az elmúlt években nem villantott, akkor hát ő pont eladó a Chelsea-ben. Beri a fazikat Mourinho, eladó a mennyasszony. Egy laza 25 millió euróért. De most például a Drogba most érkezett vissza ugye a csapathoz. Ő ingyen jött, igen. Megint egy évre, de hát nyilván azért hozták oda, hogy hasznára legyen a csapatnak. Na most, hogyha itt történik valami, érted? A bőde felrúgja az égig. Hát az legyen a Mourinho Drogba, nem? Mert Pimasz a Drogba. Az nem, az nem. Az legyen a Mourinho Drogba. Ja. Na jó. De jó, ezt ne kezdjük el. Te kit láttál volna szívesen? Mert egy kicsit azt éreztem, hogy a Chelsea-vel neked bajod van. De hogy van? Ja, nem, csak valami erősnek gondolom, és tetszik ugyanakkor, hogy ilyen erős csapat jön, csak nem sülhet ez rosszul, vagy nem. Csapat. Abszolút top csapat jön a Fradival játszani, hát most azért volt egy bemelegítő meccs a Fradinak a Pápa ellen. Így ugye? Van. Ott egy nagyon komoly... ugye az öreg fiúk, de az mindegy. Hát az öreg fiúk az egy ilyen barátságos. Ott csak az a kérdés, hogy ott az a stadionavató öreg fiú. Idegenben 1-0. Idegenben kikapott az, vagy a hát bajnokságban. A bajnokságban a Pápától, de hogy kikapott az öreg fiúknál is. Igen. De az mondjuk öreg fiúk. Persze. Ott csak az a durva, hogy a Fradi stadion avatóján ugye kikapott a Fradi, illetve az első gólt talán, ha jól emlékszem, okay. Akkor egy útés rúgta. Azért az nagy öröm az útésoknak, nem? Igen. De ez egy is baj, hát ez egy öreg fiúk meccs, hogy sokan voltak, jótékonysági volt, tehát ez egy nagyon helyes kezdeményezés volt. Mondjuk az hihetetlen, hogy azok a játékosok, akik ott berúgták ezt a 11 gólt, még mindig elképesztő dolgokat tudtak produkálni a gyepen. Tehát, hogy azért nagyon nagy, igen. Több, sok generáció volt, vagy több generáció volt ott. Hát nyilván az útésoknak egy öröm, hogy a vadonatúj Fradi stadionban nagy átadás, első gól, pott egy útéstől, igen. Na most mi az, hogy a legerősebb csapatot kell hozni? Én ezt se értem. Hogy ne legyen, a pont ez ne hát legyen. De Mourinho azt mondja, nem hoztam, mert sérült. Kimegy, és valaki utána néz, és bekopogtat hozzá. Orvosi igazolás kell. Vagy jön, igen. A Mourinho egy orvosi igazolással a Fradihoz. Terry, jól vagy? Nem, szaggat a derekamban kell. Maradj itthon. Maradj itthon. Hogy ezt ilyenkor hogy szabályozzák? Azt mondja, Mourinho sérült. Hát most akkor nyilván, legalább egy nevet biztos, hogy elhoznak, vagy több nevet is. Ne, de van egy csomó kérdés. Igen, és hozzák majd ugye tényleg az orvosi igazolásokat, ahogy te mondod, a házi orvostól. Láttam hozzá. És akkor így oroszpálnak így odaadják, így konkrétan, ez a Cseh, ez a Terry, ez a Torres, ez a Drogba, igen, sajnos nem tudtak el neki mandul, a tűzős, ráadásul. Itt egy kis, igen, Billy Rubin, így van, neki benőtt a körme, ő csak párnán tud ülni, és kávé. Hát tényleg kíváncsi, hogy itt jönnek. Hát azért magyar szurkolóknak egy ilyen meccset látni, ráadásul közvetíti a tévé is, ugye, néztem pont vasárnap, hát azért az nagy élmény, nyilván a játékosoknak is baromi nagy élmény, ilyen nevekkel lejátszani, nem? Hát azért az ritkán adatik meg. Furán hangzik, nyilván nem is értek hozzá, tehát nem vagyok labdarúgó, de én úgy hozzá, képzelem igen. El, hogy egy ilyen csapat ellen sokkal, de sokkal jobban felszívja magát a csapat, mint ha mondjuk, és ez tényleg nem azért, mert lefigymálnám mondjuk az első osztályt, de hogy jobban felszívja magát, mint ő, mit tudom én, a Kecskemét ellen. Igen, csak nehogy aztán baj legyen, és írja egy hallgató, és ezen tényleg nem is gondolkoztunk, hogy nehogy, ha kikapnak, akkor Drogba menekülnek majd. Na jó. Hát, elég. Mikor jött, most elkérdezek ilyen hülyeségeket, nem, mikor jött utoljára ekkora nevű csapat, én fociban az a baj, gyerekek, hogy három hülye beszélget jelen pillanatban, tehát kapaszkodunk, nagyon... minden laikus dolgot megkérdezünk mindjárt Orosz Páltól, de hogy ne kérdezzek ilyeneket, nem? Ide konkrétan, vagy Magyarországra? Nem, hát úgy mondjuk, hogy volt itt, mikor volt utoljára, mert hát azt tudjuk, ugye, hogy a Manchester United ellen belőtte azt, igen, az egy gólt. A Koplárovics a 90 akár elég, de belőtte. De belőtte, igen. És utána pedig a Beckham iszítése meg volt sértődve, és azt mondta, hogy ez az egész azért történt, mert hogy túlságosan mély a talaja a Népstadionnak. A Beckham akkor azt nyilatkozta nagyon barátságos módon, hogy ő ilyen liba legelőbb még sose játszott. Na. Milyen kedve. Hát, és az ugye még ha van is valóságtartalma egyébként, még ha volt is valóságtartalma, nyilván más a gyep azért kint. Hogy azért az ilyen hát kedves eset, nem? Hát ez az ő szegénységi bizonyítvány, érte, nem járt a végig a gyunklétrát. Igen, egyből jó helyeken könnyű játszani. Érted? Na jó, van, felhívjuk Orosz Pált, az FTC vezérigazgatóját, és megkérdezzük mindenről, hogy fogynak a jegyek? Elég drágák.
Nem? Van többféle jegy. Igen? Van, tehát különböző jegyárakkal lehet számolni. Van ez a törzsszókolói kártya, aminek segítséggel ugye olcsóban is lehet szerintem megvásárolni. De ezt meg is kell mindenkinek venni? Hát ezt majd kérdezd meg az életikestől. Jó, oké, világos, hát azért hívjuk föl, hogy ezeket. Jó lenne, most nem is a jegyára érdekel konkrétan, hogy jó lenne, ha egy ilyen esemény azért úgy teltház lenne, nem? Hát ez egy ünnepe is lehet akár a futballnak, mert hogy a magyar futball ugye azért nagyon sok minden nincs mostanában ünnepelni. Nem? De tehát jó lenne, ha sokan lennének. Várjál, kutakodom, így, de tudod, hogy nincs. Na, mindjárt megkérdezzük. Itt van Orosz Pál, az FTC ZRT vezérigazgatója. Hello, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Hello, autóban éppen? Autóban, igen, itt vagyok mellettetek, pont most megyek a stadion mellett. Na, mi is, nincs még behajtókártyád, vagy mi van? Nem tudsz bemenni? Körözöl a stadion körül? Na, a legfontosabb tényleg, teltház lesz, ugye nyilván ez egy fontos dolog, hogy hogy állunk, tudni már valamit? Igen, fognak a jegyek, tehát azért elég nagy sorok állnak még mostanság is, és még lehet jegyeket kapni, azt én úgy tudom, igaz, hogy korlátozott számba, de hát ugye, ahogy mondtátok, vannak különböző áru jegyek, vannak megközelíthetőbb jegyek, vannak VIP jegyek, amik elég drágák, mind a kettő elég szépen fogy, hála Istennek. Uh-huh, tehát számíthatunk rá, hogy teltház lesz. Nem, nagyon reméljük, igen. Na, mit kell tudni a Chelsea-ről? Azt olvassa az ember, hogy ugye elvileg az benne volt a szerződésben, hogy a legerősebb kerettel kell jönniük, ez igaz? Igen, ez benne van a szerződésben, hogy a lehető legerősebb kerettel kell jönni. Hát ezzel ne felejtjük el, ez a Chelsea, ez nem olyan erős, mint a pápa, tehát az üritessék. ez egy nagyon fontos, igen. Meg én hiszek abban, hogy a Fradi altatott a pápa ellen, hogy a Chelsea ne ijedjen meg. Igen, ez most olyan szenzáció számban, mert csak kikaptunk a pápától, hát tényleg nem egy jó dolog, de ne felejtjük el, hogy előtte 12 meccsen keresztül nem kaptunk ki, tehát azért én úgy gondolom, hogy ez a Fradi nem olyan gyenge, mint ahogy most ezt beállítják. Természetesen a Chelsea egy más kategóriát, azért egy bajnokok ligája, egy összes csapat, ezt ne felejtjük. Meg azért ne felejtsük el, hogy a pápa csak egyszer tudott kapura lőni. Jó, az bement mondjuk. De. Igen, de a pápában tele van volt fradistákkal. Jaj, ez hogy ellenőrzik? Kár, hogy nem láttam ezt a meccset, de nagyon komoly lehetett egy kapura lövés a pápát. Az iskoláját, de sajnálom, hogy kihagytam. Hogy ellenőrzitek azt, hogy ez tényleg a legerősebb csapat jön? Ugye itt már elkezdtük boncolgatni, hogy ha egyikük azt mondja, hogy lesérültem, akkor te mit tudsz csinálni? Kérsz orvosi igazolást? A Mourinhótól? Tudjuk csinálni, egyébként orvosi igazolást kérünk, de azért ez így nemzetközi szinten nem szokott gyakorlat lenni. Tehát, hogyha megállapodunk abban, hogy egy bizonyos kerettel érkeznek, akkor azzal a kerettel fognak érkezni. Nekik sem érdekük azt, hogy ne azzal érkezzenek. Mert ezt ne felejtjük el, hogy azért nem ingyen jönnek ide. Mennyiért jönnek, azt tudhatjuk? Én 1 millió eurós összegről hallani, ez igaz? Nem, azért az túlzás, de túlzás? A szerződés pedig nem mondhatom el, hogy mennyiért jönnek, de azért az túlzás. Nagyságrendileg jó az összeg? Hát, néhány 100 000 euróról beszélünk, de nyilván azért az benne, tehát persze mindenféleképpen. Több csapattal is tárgyaltunk, teszem hozzá, tehát amikor kiválasztottuk azt, hogy ki legyen, akkor mindenféleképpen szempont volt, hogy szeretnénk volna egy BL győztest idehozni, mert azért mégis annak van egy húzása, és azért, ahogy mondtátok, ez egy stadion nyitott, tehát ez egy egyszer fordul elő egy életben, és hát annak megfelelő partner kell, hogy legyen ott. Szerintem a Chelsea személyében egy jó partner sikerült választani. Az nem került szóba mondjuk, hogy adott esetben olyan csapatot hozzatok ide, akivel volt, vagy van közös múltja, mondjuk a csapatnak, mit tudom én most így a Grasshoppersre gondolok, vagy a Juventusra. Hát ez több csapat is szóba jött. Azért azt ne felejtjük el, hogy ebben az időszakban nem mennek még a nemzeti bajnokságok. Tehát nagyon sok olyan csapat van, aki a világ különböző részein mondjuk így turnézik. És akkor meg kell nézni, hogy kik azok, akik mondjuk ebben a régióban vannak és elérhetőek, és hát nyilván azokra leszük a szóba jött ellenfeleknek a köre. És én úgy gondolom, hogy a Chelsea személyben egy jó ellenfelet választottunk. Itt felmerült az ugye, hogy milyen eredmény születhet a pályán. Hát nyilvánvaló, hogy azért a két csapat játékos állományát és tudását tekintve most nem azonos szinten van. Ne felejtjük, hogy volt olyan időszak 1965-ben, jó régen volt, még édesapám játszott a Fradiban, amikor az akkori UEFA kupát ugye megnyerte a Fradi, Juventus verte Torinóban, tehát voltunk mi azért. Hát ebbe kapaszkodni bátorság már. Kapaszkodunk mi ebbe, csak én azt mondom, hogy tehát mindenki így lesajnál, ahol beszél a Fradiról, azért ezt ne tegyük. Nem, hát hogy nem? Mi még a Grasshoppers elleni meccsről még beszélgettünk, ugye bizony. A Telemanci, ugye hát a Lipcsei, a Lisztes, a Vince Auto elhúzós nagy csele a bal oldalon, hát azért az Vince, akkor azt még én is néztem. Mi van veled? Hát azt konkrétan tudom, hogy a Vince hol szaladt, visszahúzta és belőtte szépen. Gyönyörű volt. Egy-két nagy nevet a Chelsea-ből. Ugye vannak most új igazolások a nyáron, hogy ők jönnek például?
Igen, tehát ők ugye a teljes kerettel vannak jelen, és hát hogy ki mennyit fog pályára lépni, azt meglátjuk, a szerződésükben benne van, hogy pályára kell, hogy lépjenek. Én úgy vélem, hogy ő nekik is ez egy jó felkészülési meccs. Tehát tudod, hogy miben a Diego Costa, a stadion megnyitónak, lássuk be. A Fabregas, a Costa, a Drogba, ők jönnek, tehát őket akkor lehet látni. Hát persze. Az Torreszt, Terét, a mindig kockáztató Éden Hazárdot. De az apró betűs részbe belevettetek egy olyat? Azért, hogyha nagyon elmennek, akkor legalább két öngolt kell rúgniuk? Vagy ilyen kis, apró kicsi kis turpisságokat nem vetettetek be, amit esetleg nem olvastak el? Hogyha még 8-0-ra vezetnek, akkor azért gyorsan két öngollal valamit csináljanak? Tehát ilyenek nincsenek bennem? Nem gondolom, hogy 8-0-ra vezetnének, nem, ezek nincsenek benne semmiképpen. De ilyet bele lehet tenni tényleg, hogy például, ha azt mondja, nagyon elhúznak, akkor legyenek tekintettel arra, hogy ez egy stadionavató, és álljanak le, vagy ne lőjenek többet, vagy aki túl gólerős, az cseréljék le. Tehát lehet egy ilyen finom megbeszélés, hogy gyerekek, legyetek tekintettel arra, hogy ez egy egész országnak egy ünnepe, ez a stadionavató. Vagy itt nincs ilyen megbeszélés? Semmiféleképpen nem lehet, azért ez egy futballmérkőzés. Aha. Tehát a futballmérkőzések pedig nem úgy szoktak kezdődni, hogy megbeszélik az eredményt. Tehát semmiképpen én bízom abban, hogy egy jó meccset fogunk látni, és mind a két csapatot teszi magát. Egyébként valamelyikötök mondta, hogy azért az ellenfél is meghatározza nagyon sokszor a teljesítményt, tehát biztos vagyok benne, hogy a srácokat is inspirálni fogja az, hogy egyet, ugye első alkalommal futballozhatnak ezen a pályán, másrészt pedig azért egy ilyen névvel, mint a Chelsea. Ha esetleg valami olyasmi előfordulat, hogy a Chelsea megszeg egy pontot ebből a szerződésből, akkor milyen retorziókra számíthatnak? Tehát van olyan mondjuk a szerződésben, hogy a nőtlen játékosok hazavihetik a szingli szállóra a Torreszt, vagy ilyesmi? Hát eléggé részletes szerződés van, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy előírják azt nyilván, hogy olyan szállodában fognak lakni, hogy mit esznek, de még az is benne van a szerződésben mondjuk, hogy milyen formájúnak kell lenni az étkező asztalnak. Tehát ilyen részletességekre, ilyen részletességgel is taglalják ezeket a dolgokat, ami lehet, hogy számunkra szokatlan, de hát egy profi klubnál azért ez már lett szokás. És mit kértek, focilabda alakút? Azt a Mourinhóval volt már bármilyen egyeztetés, vagy még azért egy elég nehéz természet? Hát az edzőknek, én azt mondom, hogy a komoly edzők, nagy edzők jelentős része nehéz természet, ez teljesen természetes, hiszen önfejűnek kell lenni ahhoz, hogy a sikereket érjen el valaki. És nagyon jóban van egyébként a Lipcsei Petivel, tehát ők dolgoztak együtt, és már fel is vették a kapcsolatot, és fognak is találkozni itt a mérkőzés előtt is, és tényleg szempontból van vele egy kapcsolat, mi még nem beszéltünk vele személyesen. Mi ez a... Nem is azt mondom, hogy balhé, csak most nem tudom, ez a kicsi veszekedés itt a törzszurkolókkal, amit azt olvasni, ugye, hát nem olvasom nagyon a magyar futball, de ők most erre nem akarnak kimenni, meg csomó dologgal nem értenek egyet, hogy most még ott lesznek, nem lesznek ott, vagy ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Itt most amire kitértél, ez az úgynevezett vénaszkenneres beléptetés. A vénaszkenner, igen, amit nekik nem tetszik, vagy nem akarják, vagy nem szeretik. Figyelj, ez egy új technikai megoldás, tehát tulajdonképpen nálunk a szurkolók eddig is regisztrálva voltak, és szurkolói kártyával tudtak csak bejönni a stadionba, tehát olyan nem volt, hogy valaki úgy jön, hogy nem tudunk róla. Ez egy újfajta beléptetési rendszer, ez embernek a vénatérképe 16 éves kora után nem változik, a kezét oda teszi, leolvassa, és akkor azonosítva van, hogy ő az. Hát most egy ugyanolyan azonosítás történik, mint ami korábban is történt, csak nem egy vizuális azonosítás, hanem egy ilyen technikai azonosítás. Hogyha ez valakinek nem tetszik, hát nem tetszik. És nekik ezzel van a bajuk, hogy ne legyenek azonosíthatóak? Vagy tehát mi okozza itt a maga ez a technika az, ami nem tetszik, az igazi okát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ez miért nem. Nyilvánvaló, hogy ha valakinek van valamit tartani, akkor jobban fél ettől, nem tudom. Aha, hát ez a világ összes stadionjában így van. Angliában most már úgy van, hogy nem tudsz helyet cserélni a melletted üdővel, mert azonnal jönnek, hogy nem a székeden ülsz. Uh-huh. Igen, mert Angliában olyan van, hogy Angliában nem állhatsz el, tehát azonnal rátszolnak, hogyha például felállsz a mérkőzés közben, és visszakerülnöd a helyedre. Tehát nagyon-nagyon szigorú szabályzások vannak. Mi próbálunk képest tartani, és hát egy ilyen új stadionban pedig én úgy gondolom, hogy a legmodernebb technikát kell mindenféle szempontból bevetni. Lesz egy olyan rendszer is benne, egy Cisco rendszer, amikor az okostelefonot kapcsolódik egyből egy rendszerre, és mondjuk a telefonodon tudod online nézni a mérkőzést, akkor is, ha mondjuk a büfébe vagy a mellékhelyiségbe kéne.
Koncertezni is lehet majd egyébként? Tehát, hogy ugye itt régóta beszélek már Rolling Stonesról, hogy esetleg valahova beférne, hogy ide lehet, hogy beférjenek. Hogy ott, tudom, hogy... ez nem csak focipálya lesz, hanem ez Budapestnek egy rendezvényközpontja is. Aha. Tehát pont ez a 24 ezres kapacitású méret, hogyha mondjuk most sporteseményről beszélünk, nyilván valamivel más a kapacitás, amikor koncert van, de ez nagyon-nagyon jó helyszín lesz, igen. Uh-huh. Na, tudom, hogy könyörtelen kérés, mondj egy végeredményt, szerinted mennyi lesz? 5-0 nyerünk. Na most, Pali, most akkor komolyan, jó? Jó, akkor 4-0. Értem a tréfát, csak nem szeretem. Nem is tudtuk, hogy Chelsea Drucker vagy. Na, ez az 5-0, ezt tartod? Igen? Nem. Hát én úgy gondolom, hogy azért egy... A tisztes helytállás? Foglalkoztatom érkezés, ez biztos nem lesz annyi volt, mint az öreg fiúk, mert sem maradjuk ennyiben. Aha, ilyen nagyon diplomatikus. Szórakoztató mérkőzés. Hát kérdés, hogy milyen szempontból lesz ez szórakoztató? Hát reméljük. Böden ilyen formában van? Böden nagyszerű formában van. Jó, mert csak azért kérdezem, mert itt kaptunk egy SMS-t a Kabát Petitől, hogy esetleg számítatok egy golerős csatára. Akkor a baj még nincs. Na jól van. Oké, hát akkor figyeljük majd az eseményeket, jó? Köszönjük na, szépen, Orosz Pál, az FTC vezérigazgatóján. Köszönjük hello, szépen, ciao. 5-0? Igen, de nekünk. Ja, hogy 5-0 a Fradinak. Na jól van. Jó, most mit mondhat egy igazgató? Hát én tudom, azért mondtam, hogy könyörtem, csak kíváncsi voltam, hogy igen, hogy mit mond. Na tessék, egy-egy eredmény, fölírom. Na. 3-1. Aki bejön, az kap egy reggelit a másik kettőtől. 3-1. Kinek? Hát... Hát na nem triviális, hogy a Fradit mondod. Hát, ne, figyelj. Nem mindenkinek egyértelmű, hogy most a Fradiról beszélsz. Várjál csak, hogy van mindig a hazai van itthon, ugye? Vagy na, a hazai van elől. 1-3. 1-3. Feri 1-3. Igen. Jani? Szerintem gigászok harca lesz, nem bírnak egymással 0-0-ás döntőt. Ne! Hát akkor valaki beteker egy joggolt legalább. 0-0. Nem ám, mondj valami. Az mekkora lenne. Nem lesz 0-0. Nem. Szerintem 4-2. Kinek? Chelsea-nek. Akkor 2-4. 2-4. 2-4. Te mit mondasz? Szerintem egyet beengednek. Már mivel? Úgy értem a Chelsea. A Lina Scanner. Szerintem 1-5. 1-5? 1-5. Jó? 1-5-ös? Akkor 1-5. Nem, 1-5. 1-5. 1-5. Jó fölé. 1-5, 1-3, 1-3, 2-4. Nem vagyunk túl optimisták. Hát a realitások, nehéz. Tehát hogy így azért itt egy vagyunk bőszintén itt egy két különböző szint. Hát igen. Két különböző bajnokság eredményességüket tekintve is azért. Igen. Jó, van, meglátjuk. Egy perc, pontosan fél 10. Nagyon-nagyon mélyen szent és tanulságos gondolat volt, János. Nehéz már ilyenkor tűzözni. Hogy szoktam volna, ez kár lett volna benned marad. Így van. Egy perc, pontosan fél 10, jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. Fél 10 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek. M3-as Budapest felé, 94-es kilométer kamion az árokban. Üdv Ati. Ez most jött. Nagyon jó, köszönjük, hogy megosztottad velük. Jönnek az eredmények, gyerekek, küldjetek el, aki helyesen megtipeli, kap egy ajándékcsomagot, jó? Uh-huh. Oké? Okay? Igen. Uh-huh. Jó. Hogyha Chelsea-re fogadod, akkor Chelsea-től kapja az ajándékcsomagot. Illetve tőlük várja. Igen. Tényleg, küldjön mindenki egy eredményt. Egy kíváncsi vagyok, hogy nagyon sokan élek, hogy milyen emberek vagyunk mi, hogy ellen eredményt mondunk. Semmi köze ahhoz szerintem, hogy az ember most mit gondol, miért nem mondhatnád, nem, hogy nyer a Chelsea. Hát most magyar vagy. Most magyar vagy. De te kíváncsiságból, hogy ki mit gondol? Sokkal nagyobb szakértők hallgatnak minket, mint amennyire mi vagyunk a magyar futballban. Mondjuk nálunk nem is nehéz, mert hogy a kiindulási pontunk az a zéro, a nulla. Na. Azért, hogy a bal oldalon szaladt el az a gyerek, akit mondtál. Vince Otto. Az a foci. Hát. Grasshoppers. Ez neked bizony. Is megvolt, így jön, hogy ő a Vince bal oldalon. Nagyon nagy volt lőtt. Visszaúszta a labdát is. Igen? De hogy ezt így fejből tudod, hogy a bal oldalon szaladt el? Bal oldalon szaladt el a Vince. Attól függ, hogy honnan nézed a pályát. Ez is igaz, mondjuk szemben, az már jobb. Kösz, az lehet a jobb oldal is. Nem, tényleg csak kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak. Megnézzük, visszanézzük hétfőn az eredményeket, és akinél találunk egyezést, kap egy ajándékcsomagot. Uh-huh. Közvetíti a tévé, tudtátok? De jó! 2014-ben milyen meg? Rohadjál meg! Nem tudtam. Igen. Na tessék, csak mondom, 0-4. Uh-huh. Chelsea uh-huh. Fradi 2-0. 2-6, 3-2, 2-2. Egyelőre ezek.
Ezek jöttek. Jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Zseppecát hozott Feri reggel, mert gyermekeink szinte közösen egy időben kattantak rá a pecázásra, és te tudtad, hogy mi már ezt beígértük a Beninek, és hoztál egyet. Így is a nagyfogások közepette. Gondol az ember a battait. Amit bonyolítottatok Somával. Ma megyünk és kipróbáljuk. Figyelj, meg fog szőrülni. Te fogod, ki fogod tépni a kezéből. A hajam, ahogy azt így. Két órája ülök egy tópartján. És még mindig fogja. Igen, szóval a zseppecázásról beszélgettünk. És hát kiderült, hogy ahhoz is értünk, a horgászathoz. Kiderült, hogy vannak hiányosságaink ezen a területen is. Tehát, hogy talán Janinál ott valami nekem kis... volt egy időszak. Igen, ott valami gyermekkori élmények így felsejlettek. Sajnos a sikertelenség hamar elvette a kedvemet ettől a szép sporttól. Mert volt, amikor nem fedett helyen voltunk és izzadtunk, azért mondom. Igen. Szóval erről beszélgettünk, valamint érdekes utitársakat kerestünk, mert hogy egy kanadai metrón egy nő a többi utas legnagyobb örömére megnyúzott egy madarat ott a metrón, és el is fogyasztotta nagy békességben. És arról beszélgettünk, hogy nyilván mindenki, aki BKV-val jár, tömegközlekedéssel, vonattal, távolsági busszal, vannak az úgynevezett állandó utitársak, tudod, hogy hol száll fel, tudod, hogy mikor jön, tudod, hogy mit csinál, és már-már szinte elmaradhatatlan kelléke egy-egy reggeli munkábautazásnak, vagy éppen egy délutáni hazamenetelnek. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak ilyen híres utitársakat, hát rengeteg SMS, sőt, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Na, mi van nálam? Mi ez? Zseppeca? Zseppeca a legnagyobb. Na, kinek hoztam ezt? De jó vagy ezzel. Hoztam a gyereknek. De jó beszéltünk tegnap a Vikivel, hogy mind a két férfi állat, a diétek és az enyém is rákattant. Tegnap bementem a horgászboltba, te azt nem hiszed el, hogy ott mi van. De tényleg nem hiszed. Felhorgászveszerelések? Bemész, és azt mondod, hogy szeretnék egy ilyen zseppecát, és elkezdi mondani másfél grammos dugóval, vagy kettőféllel. Igen, milyen ólom legyen, milyen úsor. Korog vagy, és mire szeretnétek menni? Mondom, 4 éves a gyerek, szerintem mire szeretnék menni? Értem. Arra szeretnék menni. Úgyis csak addig fog tartani, hogy bele nem akad a kezébe, aztán pedig egy csípeszre ki kell szedni, vagy be kell menni a balsegre vele. Mondjuk arra szeretnék menni, hogy kimegyünk a partra, a gyerek dobálja a horgot, én kiviszem a fröccsömet, leülök mellé, és jó lesz. És így is történt, majd mondták, hogy bototok van-e? Mondom, milyen bot, minek van ott egy jó nádat? Á, ez nem úgy van. Spitzbot kell. Spitzbot. Ezerért vettem mindent, egy spitzbot. Gondolom, az egész készletet rátok akarta sózni, azt, ami elfeküdt nagyon, már ott egy ne, darabja. Nagyon rendesek voltak, de ezerért vettem egy spitzbotot, hogy legyen olyan. Vettem egy ilyen izét, majd mondták, hogy és mivel horgáztok? Hát mondom, kenyérrel. Á, arra nem jön semmi. Vigyél csontit. Ú, de jó, és fogtatok ezzel valamit? Van esély? 35 darab keszeget, vagy mivel szkárázt fogtunk, ekkorát, meg ilyen vörös szárnyú valamit. Ott a horgásportás mondta, 35-öt egy óra alatt bedobott. A vörös szárnyú az a keszeg? Vagy az a keszeg, meg kárászt fogtunk. Kárász. Ilyen vörös hát, vagy valami keszeget, ilyen meg furakor. Nem, tényleg, ezeket fogtuk, 35-öt egy óra alatt. Ezzel? Azzal. Teljesen rágyógyult. Ott állt a csávó, halál komolyan, egy darab zöld alsónadrág, papucs, és fogja a botot, érted, és így nézi az úszót. Mondom, hogy Somi, nem megyünk fel anyáékhoz. Nem. De mondom, itt állunk egy óra, és megfogtuk az összes halat. Még fogunk, és megsütjük őket. Jó, mondom. És mi lett vége, visszaengedtétek? Valahogy rá tudtad beszélni? Igen, aztán muszáj volt. Mondtam, hogy először is akkor te nyírod ki őket, tehát te csinálod végig a dolgot, és a takarítás is a tiéd. Ha megvan, lepikkelyezted, kibeleszted, akkor megsütöm. Mondta, hogy ezt még nem. Meg azt mondod neki, hogy képzeld el, hogy mindegyiknek a barátja vagy, visszaengeded őket, és ők téged fognak szeretni, és holnap, ha kijövünk horgászni, megint engedik magukat kifogni. És azt mondta, hogy ez jó. Ez jó. És mondtam, hogy ha egy évig ugyanezt csináljuk velük, akkor már a kezünkből fognak enni, és óriás halak lesznek. És akkor viszont tényleg megsütjük. Ferék szerencsések, mert különbejáratú tavuk van, de igen. Ha valaki tényleg ha tud olyat, ami itt van Pest környékén, hangulatos, szép, jó, és kevesen vannak, az írja már meg nekünk, akkor elviszem a kis tökit valamelyik nap, és sok rámegyünk az ösztermésre. Figyelj, kifogjuk valami szépet, Kamara erdei tó, tessék, pici csendes horgászó, nagyon jó. Sóskút. Igen, illetve hogy ne azt mondta, hogy nagy fogást, hanem hogy görbüljön. Görbüljön? Kussolj már, köszön. Nagy fogás, görbüljön. Hallgass már, nem maradt. Tiszteletem, jó egészséget. Van fogás, jó napot. Sajjál már, te állat. Sporikám, van fogás? Hogy miért nem hallgatsz? Üdvözlöm! Itt jó helyen vagyunk! Először vagyunk itt! A gyerek nagyon szerette valamit fogni, hallottuk, hogy ez szép, csendes hely, jó környék!
Körből? Na jó van, akkor nekem is, ha fecske miatt. Ja, bocsánat. Csak így. Hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt. Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül, kidüllett szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokkerűsítő varrt. De hogy kapaszkodott? Felszállt, igen. Nem kapaszkodott, támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, hogy mindig felszállt, hogy a Béketér magasságában, akkor még járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumi expandert, és kőbánya Kispest. Végáll a másik, folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megdelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, hogy által, és rettegtem, és nem mertem neki háttalálni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, őt minden mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskáló gerevjő lásóval, de az ünnepnapokon, szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC, saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrág, illetve nem mondom, nem is tudom, tehát, hogy ettől még PVC is lehetett. És hétvégenként ment be bulizni. Csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok hárman, négyen elkezdtek röhögni, amikor meglátták, oda ment hozzá, ők megfogta. Megfogta a nyakán, nem tetszik valami, hogy leszerelt Rambó. Igen, és hogy jel? És mindenkit lejátszott. És mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Neked van ilyen, Anna? Van, hármas metróban van egy férfi, beszáll, de most egy ide nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik, minden megállott, bemond, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállót. Imádom. Aha. Ő már imádom. Végigment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És nem mondta, hogy most leszállok. Ezt nem, nem azt nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, és kiszállt. Imádom. És mindig az Arany Jánosnál szállt le, igen. És addig mondta folyamatosan. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. És senki nem akarta megrendszabályozni, nem volt egy, aki mondta, hogy ne ordíts már öreg, se hagyták, hogy mondja? Igen, de mosoly volt az arcokon, de látszott, hogy neki ez fontos, ez neki biztonságot ad, bekeretezi a napját, úgy elindult. Na. A bácsinál volt egy pici. Volt, ugye, de látszott, persze. Igen, igen. Látszott rajta, volt, de egy... kedves bolond volt. Van köztük azért egy-kettő, aki tényleg ilyen durva volt, egy bácsi annak, én tényleg ilyen tizenéves voltam, és neki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit. Ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamos ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a végelmásig utazott, és Hogy imád. 4-es, 6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben, aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombot csomagolás nélkül, beleharap, visszateszi, aztán mint a semmi nem történt volna, utazik tovább. Figyelj. Hát gyerekek, gyöngyszem. Aki nem felejt el soha, hogy honnan jött. Kisföld alatti, figyelj, egy pali minden reggel kitépette egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját. Amitől folyamatosan rángott az alatt. Úristen, ez gusztustalan. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, oda ment, és a vállára csapva nagyot köszön neki, szevasz, vaszenk. Azok anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoztak. A későbbi busszal, azért, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Hatodszorra vernek hátba, ugye? Pécs-Budapest vonalon felszáll egy család, egészen jól szituáltak. Az utazás felénél anyuka előkap egy nutellás üveget, egy kiló kenyeret, és elfogyasztották kézzel. Éhesek voltak. Hát gyerekek. Debrecenben egy pasi a villamoson a kapaszkodót nyalogatta. Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 4 perccel.
Hát, annyira szurkolok, hogy jó időtök legyen, hogy végre tényleg kimehessetek a tóhoz, és kipróbálhassátok a zseppecát. Annyira várom már az első találkozásodat. Holnapi beszámolót várom. Ott van, a zseppeca megvan, a kedv megvan, hangulat megvan, először fogsz találkozni a sportársakkal. Hogy fognak nekem örülni? Barátaiddal. Én biztos vagyok benne. Mikor megérkezem. Nagy zenével menjél. Tisztelet megbecsülés! Keszegre pontra! Kalandra fel, sportársak! Jó napot! Hajrá! Hajrá, Ucsi bácsi! Gábor vagyok, te paraszt. Hello, Csabi. Szevasztok. Görbüljön a vége, azt mondom. Görbüljön, igen, elbeszéltünk reggel. Görbüljön. Gyerekek, hát nem tudunk mit csinálni, nem Feri, ilyen világ. A gyerek rákatta, menni akkor kell. Muszáj, akármennyire is nem akarod. Ott kell állni szülőként, helytállni órákig egy vödörrel a kezedbe, a befogott halakat rábeszélni a gyerek, hogy dobja vissza, hogy élni akarnak, ne ölje meg őket, a gyerek persze meg akarja. Ez milyen világ szülőnek lenni? Ha pecázni kell, pecázol, nem? De szerintem csináld úgy, hogy elkezdesz kipakolni ilyen nagyon menő felszereléseket. Tehát, igen, hogy a vödröt, meg a szákot, meg nem tudom, és a végén előállsz ezzel, ami most a kezedben van. Varasál a Beninek ilyen terepszínű cuccokat, de ugyanolyat, mint a tiéd, és legyen benne monogram. Ja, azt mondom, hogy már ahogy a bothoz múlok. Családi címer, két pisztránk keresztbe téve. Nem, két bot keresztbe téve, oldalról pisztránkok. Ja, az a baj, már ahogy a bothoz nyúlok, látják, az. Hogy nem szaki. Az legyen a vége, tehát hogy mindent felépítesz, egy kis vigyillót oda, mi minden. A Jani sokkal szimpatikusabbat mondott, hogy lehetne bosszantani a sportársakat. Elmegy a gyerekkel egy horgásztóra, és itt jetski van az utánfutó. Gyere, Beni, megjöttünk! Kinyitjuk az ajtót, elkezdjük utánfutóval a tóra rakni a jetskit, föltöltjük benzinnel. Dobálgass csak majd, papa, addig. Kicsi, megmondtam, hogy a benzin ne öntsd a tóba, a jetskibe öntsd már azt a rohadt benzin, miért öntöd a tóba, nem érted, hogy gyúlékolj? Na. És majd amikor nézik. És ki. Fölülök a gyereke, átkarol, mentőmennyi, és egy full kövéret jetskivel. Szerintem 5 perc alatt agyom benne. Zseniális, a tó közepén kidobsz egy hálót. És a tó közepén bedobok 3 botot, és elkezdek gerebézni, tudod, ami ilyen abszolút szabálytalan. Igen. Milyen szimpatikusak hát. Lennék, nem? Illetve még egy van, ilyen horgászom van, a Benny tube-ba rakom, ebbe a kis ugye, gumibelsőbe beültetem, és húzom jetskivel. Azért. Szimpatikus lennék, ott nem? Ott képzelni, hogy köztársasági úr, mert ő egyébként sporthorgász, csak igen, mondom, oda küldene 2 ilyen napszemüvegest, tudod, hogy beszélgessenek el vele. Kérjenek meg, hogy fáradjatok vissza az autóhoz. Ott nem is napszemüvegesek jönnek, azt hiszem a horgászok rendeznek. Aha, igen. Tehát ott minden ilyen sportot űző emberekben van egy vagy ilyen sorsközösség, tehát ott, ha jön egy jetski is, például egy fürdőző helyre, ahol nem lehet, ott mennek a fürdőzők. A horgásztóra mész, ott mennek a horgászok, ott mindenki összefog, szóval egy perc alatt rommá vernének. Igen, és már látom magam előtt Antoniát, hogy mondja, szákkal folytották meg, és teleszkópos bottal nyársalták verték át az ismert műsorvezető. Aki jetskizni próbált egy kijelölése, vagy egy jetskizése alkalmatlan halastavon. Nem, teljesen Fügér normálisan. Fügér találtak a végbelében annak a televíziós műsorvezető. Teljesen normálisan megérkezünk majd egy kis zseppecával, ebből látják, hogy van bennünk alázat, semmiféle komoly bot, csak a zseppeca, Feritől kapott zseppeca. Bocs, srácok, kis pálya. Egy kis vödör. Némi, mi ez? Kukac? Csontkukac. Csonti. Némi csontival, amit még be kell szerezni, megyünk pecázni. Nem? És mire mentek? Amire majd elmondják, hogy lehet. Majd megnézik a zseppecámat, és azt mondják, hogy figyelj, Bali, tedd boldogá gyereket ez. Hát ami jön? Keszeg, DV, sneci, ponty, bojlis? Hát ami jön? Egy, de mondjuk valószínűleg ez lesz, Balázs előveszi a vödröt, nagy nehezen lefejti a tetejét, valószínűleg egy ilyen 20 literes diszperzites vödör csontkukacot vetetnek majd meg velük, mielőtt megromlik. Vegye a nagyot, ne vigye a igen, kicsit, jó lesz az. Hát, ezt szabálják mind, és amikor ráraknak az elsőt, egy ilyen lazamozott, így, és mesik az egész a tóba. És azt ott hagyjuk és a vödröt, és eljövünk. És az utolsó egy darab így elkezd mászni a tó felé, és akkor ott van, Beni, kapd el az utolsó, hogy Na majd sárgulni fogsz az irítségtől. Biztos vagyok benne. Holnap halállományt kell telepíteni a tóba. Mindent, ma mindent kifogunk. Na, melyik tó ez, nem mondjuk el? Nem, hát sok van. Reggel helyesek voltak a hallgatók, elküldtek egy csomót, úgyhogy sok van. Ezek közül néhány szennyvízülepítő, van egy pakurató. Nem lesz sikerélménye a gyereknek. Na, mielőtt hívnánk a naphallgatóját, csak egy-két tipp a hallgatóktól kértük, hogy tippeljék meg. 1-3-1-5-3-3-0-5-1-0-0-3-2-1-1-2-6-3. Na, valaki milyen optimista, 6-3. Az szép. Igen. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Halló.
ha már nem jetski, legyen flyboard, az még jobban felkavarja a kikapit. Igen, és ott nem is biztos, hogy elérne. Kapja túl magasabb. Úristen, mit lehetne művelni? Morning show. Az bizony. Igen. Jó reggelt. Hello. 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 Gratulálunk. Nem írtad alá, tessem. Nem hallok semmit. Hogy nem írtad alá, azt mondtam. Ja, Robika vagyok. Ó, az a Robika? Az igen. Robika, régen írtál nekünk, vagy nem írod már alá, vagy félsz? Nem vagy... írom alá, nem írom alá. De mi szóltak, hogy ciki vagy? Vagy? Nem, Robika... nem, hanem nem tudom. Robikát egy időben ugye nagyon sokszor megválasztottuk naphallgatják, meg ugye írtad, hogy Robika, szeretjük az SMS-eit, most már mi inkognitóban írsz nekünk, vagy félsz, hogy nem olvassuk be, vagy nem hívunk vissza, vagy miért nem írod? Nem írtam alá. Most megint alá fogom. Jó, írd alá, hát szeretjük a törzs hallgatóinkat, nyugodtan. Jani, jegyezd meg, 78-as végül, ne hívjuk te. Nem. 6-szor volt naphallgató, olyan 4000 ajándékcsomag van nála. Tudti, hogy Petőfi is lett. Csak most az eső miatt nem jön be neki. Robika, te írtad nekünk ezt a kisföld alatt is SMS-t, azt a palit, aki minden reggel kitépett egy orr vagy fülszőrt. Ez tök komoly? Persze, igen. Hát 10-15 éve volt, akkor még BKV-ztem. A Hősök teréig mentünk, illetve ilyen ön tovább ment. És minden nap azt csinálta. Lehetett látni, mert egy ilyen kényszeres, tehát ugyanazok a mozdulatok voltak. Hol a száját csiklandozta vele, hol az orra alatt. És mindig már fülszőrrel a kezével lépett be a föld alattiba, vagy ott tépte ki a föld alatti? Nem ott tépte ki, csak láttam. Először azt hittem, hogy szagolgatja a kezét. Aztán jobban fókuszáltam, és akkor láttam, hogy egy szőr van nála. És azzal csikiszta a száját meg a fülét. Mint állandó utas, ugye ehhez a témához szóltál hozzá te is. Oké, Robika, megvan a 45.000. ajándékcsomagod, jó? Te többi mellé. Szívből adjuk. Reméljük, ezt is. Nem látjuk viszont a jófogáson, jó? Remélem, hogy add valakinek, aki rászorul, ne add el, ne tedd föl, ne értékesítsd, jó? Vannak ezek a lebegő polcok, tudod, ez nagyon dizájnos, minden nem tart. Olyanra ne tegyél semmit, jó? Igen. Küldjük neked, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi, ciao. Hello. Csabikám, remek zenéid lesznek? De előtte az én kérdésem, hogy jöjjön, jó? Két aláírások a Harkányi nyaralásomról. Nagyon szép a kérdés, már készülget. Tehát már megnyitottam a képeket, láttam az összes képet, nagyon jó képek. A tóparton ma megírod. Ma a tóparton, miközben Benivel pecázunk. Már fordítják több nyelvre. Én cserébe Ella Andersont hozom. Ella Anderson nélkül nekem nem nincsen. Angol X-faktorban indult, a 9. szériában. Igaz, hogy csak a 6. lett, tehát nem jutott túlságosan messzire. Képernyőn volt? Volt, viszont nagyon-nagyon tehetséges, nagyon jó énekesnő, és most a One Republic-os Ryan Tedderrel közösen írtak egy dalt. Micsoda neve? Az a cím, hogy Ghost. Oh. Ezt az újdonságot hozom. Egyébként ajánlom nektek, hallgassátok meg, mert nagyon jó. Hát. Tehát, hogy nem véletlenül. Whoopi Goldberg ott van benne? Nincs? Hát ő volt a Ghostben, nem? Igen. De szeretem azt a filmet. Nagyon jó, nagyon jó. És ráadásul ebben az összeállításban szerintem nincs gond, ha van Republic. Szeretnék valamit mondani, de... Köszönjük, uram, ezt a napot! Na jól van. 555-55-00. Ez a telefonszám. Itt lehet Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ha jól jön! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.